Vasalbert, átok sori kísértetek. Felolvas a korompai Vali, a felvétel 2003. januárjában készült, E nemzedék lelkében meghasonlott, és ezért éret meg a lehullásra. Teste darabokra szaggattassék, szögesztessék az idő kapujára, órája ütött, és napja leszállt. Reményik Sándor Mohács után. Különös festmény volt. Sápad zöld és sötét lila színek nyugtalan keveréke. De nem is annyira színek ragadták meg a figyelmemet, mint inkább a vonalak. Volt bennük valami megdöbbenten ismerős. A háttér hajlott domjai, a ruskadozó házsor, és az előtér kísértetés alakjai valahogy azt az érzést keltették bennem, mintha valamikor valahol már láttam volna azt a tájat, és azokat az embereket. A különös olajfestmény ott csüngött egy Floridai kis kikötő város vendéglőjének a falán, alig kődobásnyira a mexikai öböl napfényben izzó vizétől. Közelebb léptem hozzá, és elolvastam a fekete formára ragasztott gépírásos felírást, Tom átok Átoksori kísértetek. A festő neve ismeretlen volt számomra. És mégis valami nyugtalanító érzéssel tudtam, hogy láttam már valahol azt a tájat. A pincérnőtől megtudtam, hogy a képet egy helybeli festő készítette. További kérdéseim elárulta azt is, hogyha beszélni akarok Mr. hopkins ott lelhetném meg őt a tengerparton, egy kis félszigeten, ahová egy patak mentén levezető ösvényen lehet csak eljutni. Ott szokta tölteni minden délutánját. Mogaras ember, mint a művészek általában, mondta a pincérnő megértő mosolyjal. A leírás alapján minden nehézség nélkül megtaláltam azt a keskeny homokutat, mely törpe legyező pálmák sűrűjén át levezetett az öbölnek egy lakatlan részéhez. Megleltem a patakot is, melynek roskadozó öreg hídján egy szürkearcú vén néger ült, hosszú bambuszbottal a kezében horgászva. A hídról látni lehetett az öböl kék vizét is, a káposzta pálmák széles levelei fölött. A híd mögött meg ott volt az ösvény, mely kanyarogva alá vezetett a pálmarigetbe. Megállítottam a kocsit, kiszálltam, és elindultam lefelé az ösvényen. A pálmák alatt megrekedt a füllet mocsárszagú levegő. Armadillo, ővestatú, Közép-Amerikában is honos, üreglakó állat, zörgött a száraz avarban, színes gyíkok kergetőztek a pálmatörzsek, és lentebb a patak partjáról rekett kiáltással kett szányra egy csillogó fehér kócsag. Kis homokos öbölben értem ki a pálmaerdőből. Balkézre, ameddig szemem ellátott, hosszú, mohával teleaggatott mocsári ciprusok szegélyezték a partot. Jobbról, Keskeny félsziget nyúlt be a vízbe, melyben egy sor magas káposzta pálma örködött méltóság teljesen. A félsziget csücskén, az utolsó pálmafa alatt egy ember ült. Szinte bosszankodva nézett fölreám, amikor a víz szélét követve odaértem hozzá. Negyven év körüli magas, csontos ember volt, haja vöröses szőke, szeme világos kék. napferte barna arcán, mély barázdákat hagyott az élet. Színehagyott keki nadrágot és rövidújú inget viselt, mely szabadon hagyta izmos karjait. Ott ült egy félig korhat, kidőlt pálmatörzsön pipával a szájában, a félsziget csücskén. – Ön Tom Hawkins? – kérdezem angolul. – Mi kell? – kérdez a barátságtalanul. A nap már ott ült a nyugati égen, alig két arasszal a mexikai vizek fölött, és öntötte olvat aranyát a lassan érkező dagály rest Megmondtam a nevemet, és egyenesen rátértem a tárgyra. A festményre vonatkozólag szerettem volna információkat szerezni, mondtam. Az ember kifejezése hirtelen megváltozott, szemében érdeklődés csillant föl. – Mit is mondod, hogy hívják? – kérdezte. Megismételtem a nevemet, az ember ott a kidőlt pálma törzsön hitetlenül bámult rám egy darabig, aztán kivette szájából a pipát. Csak nem magyar író? kérdezte hitetlenkedve. Annyira váratlan volt és meglepő, hogy milyen bent a floridai pálmaerdők között akadt egy ember, aki ismerte a nevemet, hogy csak egy esetlen fejborintással tudtam felelni. Valami furcsa, meghatott mosolya az arcán, a nagy csontos ember fölállt a pálma törzsről, kinyújtotta felém a kezét, és magyarul szólalt meg. Maga természetesen nem emlékszik rám, mondta. És bár érezni lehetett szavain az idegen kiejtést, meglepő tökéletességgel beszélt magyarul. Én csak kamasz kamaszkölyök voltam, amikor találkoztunk. Nagyapámnál kerenden, egy vadászaton. Pető András hoztát a szomszédból, emlékszik? Később néhány könyvét is olvastam, Nagyapám kedvelt a könyveit. Kerendi Kálmán. Ő volt a nagyapám. A megdöbbenéstől szólni sem tudtam. Eszembe jutott az öreg Kerendi, a vadászat is, melyre petőéktől mentünk át Kerendre egy régi, nagyon régi, napsütéses téli, szép napon. Minden feltuduló érzésem ott letett az arcomon, mert az ember halkan nevetni kezdett. Tudom, mit érez, mondta. Ugyanazt éreztem én is, mintha valami nagy daganat lenne az ember torkában, mintha kísértettel találkozna az ember. Egy egész világ el körülöttünk olyan mélyre, hogy néha azt hiszem nem is létezett soha, csak álmodtam róla valamikor. És most ez az elsüllyedt világ hirtelen fölkísért a múltból. Az én számomra önben, az ön számára bennem. Nem akar leülni. Nem a legkényelmesebb karos szék, mutatott a kidőlt párma Lekísértetek a találkoznak, ne legyenek válogatósak kényelem dolgában. Leültünk egymás mellé, a korhadó pálma és egy darabig egyikünk sem talált szavakat a beszédhez. Emlékezetem lázasan keresgélt egy arcot, a lassan elhomályosuló arcok rengetegében és ahogy lepergette magam előtt a múltat, mint egy vénülő filmet, újra láttam Pető Andrist kurta bekecsében, az öreg kerendit, a vadászatot, és lassan kiemelkedett a háttérből egy nyúruga fiú, fagy csípte vörös arca is. Fekete piros kockás gyapjus viselt a nyaga köré csavarva, azon a vadászaton. Mondtam hirtelen. Az ember mellettem újra nevetett, de valami mély szomorúság volt a nevetésében. Jó emlékező tehetsége van, bólintott. Azért ismert rá festményre is, anélkül, hogy tudta volna, mi az, amire emlékezteti. Tudom, hogy mindaz, ami akkor történt, ma már nem jelent sokat. Maga éli a maga életét, és én az enyimet. És mégis az az egy nap összeköt kettőnket egy életre, nem különös? Nem is csak az az egy nap. Tette hozzá kis szünet után, hanem mindaz, ami vele jár. Az egész elsőjett világ, amelyben egy darab az enyém is volt ugyanúgy, mint ahogy egy másik darab a magáé. Régen szerettem volna már beszélni valakivel arról a festményről, de itt nincs senki, aki megérthette volna. Itt nem hisznek a kísértetekben. Zsebébe nyúlt, gyufa után, s rágyújtott ki a Csönd volt körülöttünk, langyos, sós, víz szagú csönd. Csak az érkező dagály halk verdesése hallatszott a homokos parton, s fölöttünk egy tikkat lusta szellő megsuhogtatta olykor a pálma levelek óriás legyezőit. Nehéz elhinni, hogy húsz évet éltem egy világban, mely ma már nem is létezik. Mondta halka maga el a festő, majd gondosan elfújt a gyufát, s szandája sarkával beást a nyírkos homokba. Igen, sok az erdőtűz manapság, tette hozzá, szinte magyarázulag. Akár gyufával játszanak ez emberek, akár új gondolatokkal, nem törődnek a következményekkel többé, és még csak felelősséget sem vállalnak értük, csak rontják a világot, felelőtlenül. Látja, az az öreg négert ott fönt a hídon. Minden este ott ül és horgászik. Ugyanúgy, mint ahogy én itt ülök minden este, és nézem a vizet. Olykor úgy érzem, mintha mi ketten lennénk az utolsó béketisztelő emberek ezen a földön. Valamelyik nap megfestem ezt az öreg négert, hogy ott ül, békésen és mozdulatlanul, és élvezi a világot úgy, ahogy az Isten megteremtette s anélkül, hogy fölcserélni próbálna egy ember gyártotta mesterséges világgal. Égetett sziennát használok majd a háttérhez, hogy azzal fejezzem ki a lenyugvó nap tükröződését. Egy olyan nyugvó napét, mely talán holnap már nem is kél fel többé. Sóhajtott, mely felém fordult hirtelen. Mikor a festményt meglátta, Megértette, hogy mit jelent? Megráztam a fejemet. Csak azt tudtam, hogy ismerős, vallottam be. De hogy mi volt benne ismerős, azt nem, nem tudtam. Néhány pillanatig Némán nézett maga elé, mint a várta volna, hogy még mondjak valamit. Aztán lassan bólintott néhányszor. Nem csodálkozom azon, hogy ismerősnek tűnt, mondta csöndesen. Eleget láthatta azt az utcát, ott volt minden városban valahol. Ezt az enyémet átok sornak nevezték. Sok átok sor volt mindenütt a régi Magyarországon. Máshol is van, itt is. Harcsasor a neve. Mindegy, minek nevezik. Egyformák mind. Mivel az emberek, akik ezeken az utcákon élnek, egyformák, ugyanúgy gondolkoznak, ugyanúgy cselekszenek, és ugyanúgy rontják a világot lépésről lépésre. Ma azt igyekeznek elhitetni mindenkivel, hogy annak a régi világnak azért kellett elpusztulnia, mert rossz volt és igazságtalan. De ez nem igaz. Voltak hibák a régi Magyarországon, az igaz. De hol nincsenek hibák? Ha egy társadalmi szerkezet elavul, azt lassan ki lehet javítani. Újjáépíteni gondosan, akár egy régi épületet. A régi Magyarország szerkezette valamikor korszerűbb volt sok más országénál. Az idő eltelt fölötte, az igaz, de az anyag, amiből épült. Az erkölcsi fundamentum ép volt és erős. Csak bolondok és gonosztevők gyújtják fel a házat csak azért, mert itt-ott elavult. Csak a restek és a semmire valók teszik ezt, akik lusták a munkára, ami a jó anyag kiválasztásával és a hibás anyag kiavításával jár. Inkább felgyújtják az évszázados kipróbált épületeket, éle viskókat építenek maguknak. Ma már megszokott jelenség, hogy mindazért, ami Magyarországgal történt, az arisztokráciát vádoljuk, vagy a zsidókat. Kényelmes, egyszerű megoldás, ugye? Elég gyakran mondogatják, még el is hiszi a világ, és belenyugszik, és észre se veszi, hogy ugyanaz a lassú lelki rombolás, mely a régi Magyarországot alásüjesztette a börtönök és kínzókamrák poklába, ugyanaz a rombolás haladt tovább a világ minden részén lassan lépésről lépésre. Az átoksorok emberei terjesztik ennek a szörnyű világ a csíráját. Nem a hercegek, és nem a zsidó bankárok. És csak nem is azok a fantasztikus álmokat kergető, nagy dolgokat tervező félbolon proféták, akik ilyen vagy amolyan színű ingeket viselve igyekeznek megmenteni a maguk nemzetét valamiféle megkergült elmélet alapján. Az emberi világ igazi férgei az átok sorokról indulnak el, csak egyetlen céljuk van, hogy Isten világának minden talpatnyi darabkáját pokollá változtassák át ezen a földön. Úgy dolgoznak akár a termeszhangyák. Megfúrják a társadalmi rendszer alatt az erkölcsi fundamentumot, kirágják belül az erőt, még annyira meggyöngül, hogy a legkisebb szél is ledöntheti. Én kísérteteknek nevezem őket, mert mindegy, hova megy az ember, mindig ugyanazokkal találkozik össze. Újra meg újra. Ha van ideje, szeretnék beszélni magának róluk. Nem, mintha azt hinném, hogy nem ismeri őket, de már régóta vágyom arra, hogy elmondhassam mindazt, amit színekkel elmondani mérhetetlenül nehéz. Siet valahová? Ráérek? Feleltem. Köszönöm, suttogta. Olyan halkan, hogy alig lehetett hallani. Aztán hosszú ideig nem szólt egy szót sem. Csak ültünk ott, a törzsön egymás mellett, és néztünk ki a tenger végtelenjébe. Messziként, majdnem a horizont peremén, egy halász bárka sötét foltja látszott, sötét kis pont a semmi határán. Úgy tűnt, mint a helyben állt volna, Mögötte semmi se volt. Csupán a messzeség kékes párái, és a néma napfény a néma vizeken. Mint ha egy óriás üvegharang ereszkedett volna alá lassan, körénk, és körülfogott volna bennünket átlátszó csöndjével. Kettőnket ott a félszége csücskén, két parányi embert, és egy magányos bárkát, a messzeség másik végén. És mintha semmi egyéb nem lett volna sehol. Csak mi ketten. A távoli bárka, a napfényben izzó roppant víz, a mozdulatlan pálmák, és egy mindent betöltő, időtlen végtelenség. Egy. Ha valami olyasmit mondok, amiben nem egyezik a véleményünk, szólalt meg a festő egy idő múlva mellettem, a rönkön, Gondoljon arra, hogy én más szemszögből látom a dolgokat, mint maga, mivel én itt születtem, ebben a városban, és nem Magyarországon. Apám ügyvéd volt itt, ő is ebben az országban született, ugyanúgy, mint az ő apja, nagyapja és dédapja. A mi családunk amerikai volt. Mélyen gyökerezett ennek a kontinensek a földjébe és gondolkodásmódjába, és ezért az a bizonyos, láthatatlan szemüveg, melyen keresztül én nézni és értékelni tudtam ezt az emberi világot, amerikai gondolkodásmódon és amerikai életformán alapul. Anyánk más volt. Ő nem itt született. Még gyerekkorábban került ebbe az országba nagyanyánkkal és nagyapánkkal, aki egyébként anyánk mostohapja volt. Ez a nagyapánk azonban amerikai volt és a külügyi hivatalnak dolgozott. Azt hiszem, konzul volt az első világháború előtt Magyarországon, ott ismerte meg nagyanyánkat. Mindezekről azonban nem sok szó esett otthon. Mi gyerekek csak annyit tudtunk, hogy nagyanyánk valamikor fiatal korában egy kastélyban élt Magyarországon, de elvált az első férjétől, s férjhez ment nagyapánkhoz, aki amerikai diplomata volt. Így került anyánk ebbe az országba, mint négy vagy öt éves kislány. Még tudott magyarul, és olykor megpróbált minket is tanítani. Nem mi csak nevettünk, és nem hittük el, hogy ilyen nyelv valóban létezik. Hárman voltunk testvérek. Én voltam a középső. Jim, aki két évvel volt idősebb, mint én, orvosnak készült kiskora óta. Charlie az öcsém ügyvéd lett, és ő vett át később apánk hivatalát. Én gazda akartam lenni. Amióta az eszemet tudom. Családunknak azonban nem volt birtoka. Így aztán szinte természetesnek látszott, hogy reálmesék a választás, amikor egy napon váratlan megérkezett, ismeretlen magyarországi nagyapánk levele. Magyar nagyanyánk nem ért már akkor. Anyánk pedig nagyon keveset tudott valódi apjáról, és nekünk gyerekeknek soha nem beszélt róla. Anyánk egyikükkel sem akart olyan messzire elengedni. Apánk volt az, aki rábeszélt erre a lépésre. Anyánk egyetlen fiú testvére, aki a vállás után Magyarországi nagyapánkkal maradt, elesett az első világháborúban, és nem hagyott maga után családot. Így aztán mi voltunk a kerendi birtok egyetlen örökösei. És apám úgy ítélte, hogy bős dolog volt fölvenni a kapcsolatot nagyapánkkal. A levél rövid volt egyébként, és kifogástan angol nyelven volt írva. Magyarországi nagyapánk azt kívánta, hogy valamelyik fiúnokája menjen át és éljen néhány évig mellett a birtokon, hogy ezáltal megismerkedjék az ottani élettel és megtanulja a gazdálkodást. Amelyik megteszi ezt, írta továbbá, azért lesz halála után a birtok és minden, ami marad utána. A család választása Tizenhat 16 éves voltam akkor, 1936. júniusában. Az ember elhallgatott, Dohányzacskot húzott el a zsebéből, megtömte a pipáját és rágyújtott. A part fehér homokján árnyék vonult át, és amikor fölnéztem, három nagy barna madarat láttam áthúzni fölöttünk, némán mozdulatlan szárnyakkal. Olyan alacsonyan röpültek, hogy majdnem érintették a pálmák tetejét, perikának voltak. Mellettem a fatörzsön a pipára gyűjtó ember szintén meglátta őket, hosszasan nézett utánuk és mosolygott. Szeretem ezeket a madarakat, mondta lassú mély hangon. Gyermekkoromra emlékeztetnek, amikor osztrigát gyűjteni jártam ki az öreg gát alá. Ott ültek a pilléreken, tucatjával, és nem röpültek el, csak néztek lereám, nagy komolyan. Amikor alázuhantak a vízbe, és amikor előkerültek újra, egy hal farka csillogott elő a csőrükből, talán furcsán hangzik, ha mondom, de az alatt a húsz év alatt, amit odátöltöttem, töltöttem, semmi sem hiányzott az életemből annyira, mint ezek a madarak. Húsz év? Ismételt egy fáradt sóaljjal. Nagy idő az ember életéből. Azon a júniusi napon, amikor New Yorkban felraktak a hajóra, egyikünk sem gondolta, hogy húsz év telik el, míg újra látjuk egymást. Nem mondhatom azt, hogy boldog voltam azon a napon. Úgy éreztem magam, mint egy ismeretlen világba indul. Szinte féltem ettől az ismeretlenségtől. Magyarországról csak annyit tudtam, mint minden más 16 éves amerikai fiú, aki az iskolába jár. Magyarország egy apró kis ország, valahol Európában olyan kicsi, hogy alig lehet megkeresni a térképen. Az emberek primitív kunyhokban élnek, illanyvilágítás nélkül, és szigány zenére vattáncokat járnak, hogy a kunyhók felett a domtetőkön sok tornyos kastélyok vannak, hol még mindig úgy élnek az emberek akár a középkorban. Körülbelül ennyi volt az egész. A hajón egy fiatalember gondjaira bíztak, aki valamiféle követségi titkár lehetett, és szabadságát letöltve indult vissza a budapesti amerikai követséghez. Amit tőle tudta meg az úton, nem szolgált arra, hogy szorongásaimat eloszlassa. Tomi, mondogatta többször is útközben, én megértem, hogy milyen érzés az, ha valaki olyan rokonokhoz utazik, akik miatt szégyenkeznie kell. Emlékez mindig arra, hogy te amerikai vagy, és a mi hazánk olyan magasságban van az ő elmaradt országok felett, hogy ők ezt még csak megérteni sem tudják. Annyit megmondok neked őszintén, hogy Magyarország egyik a legelmaradottabbaknak. Gyalázat, hogy a gazdagok nyomorgatják ott a szegényeket, de nem marad így sokáig, annyit elárulhatok neked. Ha a kastélyuk nagyurai nem tudják többé feltartóztatni a haladást sokáig, napjaig megszámláltattak, emlékez erre? Ezeket mondta követségi pártfogóm. És tíz évvel később visszaemlékeztem minden szavára. Amikor megtudtam, hogy kommunista volt, és az oroszoknak dolgozott a mi követségünkön, hosszú esztendőkön át. Szerettem volna kipofozni belőle a lelket, de már késő lett volna úgyis. A kárt jóvá tenni nem lehetett volna ezzel többé. A kárt, amit ő és a hozzá hasonló féregemberek emberek elkövettek, nem csak Magyarországgal szemben, de Amerikával szemben is, és az egész emberiséggel szemben. Azonban nem erről akartam beszélni most. Azt akartam elmondani magának őszintén és becsületesen, hogy milyennek látta Magyarországot a magam tapasztalatlan, tudatlan, 16 éves amerikai szemével. Én bevallom, hogy mindaz, amit Magyarországról hallottam, félelemmel és nyugtalansággal töltött el. Arra vártam, hogy szörnyűségeket látok majd karóba húzott emberekkel, ostorozásokat és hasonlókat, hercegeket, grófokat, lóháton, vagy aranyozott hintókon, kivont kardalak hezükben is el rabszolgákat, akiknek véres a hátuk a veréstől. Legnagyobb megdöbbenésemre azonban mindenből semmit sem láttam. Sem megérkezésem napján, sem azután. Ezzel szemben hamarosan rájöttem arra, hogy a magyarországi élet majdnem pontosan ugyanazokra az elvi alapokra épült föl, és majdnem ugyanazokat a törvényeket követte, mint ami megszokott életünk itt az államokban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem találkoztam olyasmivel, ami az én számomra furcsa volt és szokatlan. Azonban megtanultam hamar, hogy mindezek a szokások csupán felszínes formaságok. Viszont a szokások és tradíciók felszíne alatt magát az emberi életet, ugyanazok a törvények kormányozzák mindenütt, és hogy lényegileg az emberiség erkölcsi értékei nem változnak soha, bármilyen ország határait lépjük is át. A Kerendre érkezésem napját soha nem felejtem el, bármeddig éljek is. Az egész utazás mérhetetlen fárasztó volt, és zűrzavaros, mivel egy szót sem értettem magyarul, és háromszor kellett átszállnom Budapest és Kerend között, de az emberek minden nagyon kedvesek voltak, és előzékenyek, és miért elolvassák a kezemben tartott papírlapot, melyre nagybetűkkel írták volt föl a követségen nagyapám nevét és címét, egyszerűen még kedvesebbek és figyelmesebbek lettek. Én persze nem tudtam, hogy Kerendi Kálmán neve híres név volt Magyarországon azokban az években. Követségünk elfeledte megelmíteni azt, vagy talán ők maguk sem tudtak róla. Késő délután volt már, amikor a vonat vezető belépett a fülkénbe, és elkezdte leszedeketni az ülés fölötti hálóból a bőröngyeimet. – Kerend! – mondta vigyorogva, és újjával az ablak felé bökött. – Megértettem, hogy megérkeztünk. Szívem hangosan dobogott az izgalomtól, amikor az ablakhoz léptem. Órákon át, sík vidéken döcögött velünk a vonat, és szemem belefáradt a táj egyformasságába. A sárgló búzamezők egyhangúságában a zöld kukorica földek végtelenségébe, és valósága jól esett a szememnek, amikor az ablakhoz lépve megpillantottam a dombokat. Alacsony, hajlott hátú dombok voltak, melyik azonban egy nagyobbak lettek, sötét zöld erdőket hordoztak a vállaikon, és a háttérben feltűnt egy messzi hegyvonal, kékes gerince. De akkor már a vonat lassítani is kezdett, Sinek kereszteződesein zakatoltunk, és megjelentek az első házak is. Alacsonyok és keskenyek voltak ezek a házak, előttük virágos kert, mögöttük apró gyümölcsös. Néztem őket, és próbáltam kitalálni, hogy melyikükben kell majd élnem az elkövetkező éveken át. Végül is a vonat megállt, egy csinos, tiszta kis állomás épület előtt, mely ott csüngött a tábla kerrend. A tábla alatt feszes vigyáz állásban egy sötétkék egyenruhás katonatisztforma ember állt. Hetek teltek el, amíg megtudtam, hogy nem valami magas magasrangú katonatiszt volt, hanem az állomás főnök. Addig egy tucat utas szállott le a vonatról. Legtöbbjük a harmadik osztályból, férfiak és asszonyok, is és batyukat cipelve. Mikor a vonat vezető mögött leszálltam a lépcsőkön, egy fehér bajszú, csizmás, Zsinóros ruhát viselő öregember jött felém széles mosolyjal az arcán. Biztos voltam benne, hogy ő a nagyapám, de ahelyett, hogy kezet nyújtott volna, átvette a vonatvezetőtől a csomagjaimat, és megindult velük a kijárat felé. Öreg János volt, nagyapám inasa. Egy nagyszerű példánya annak, a ma már végleg kipusztult emberfajtának, mely önmagában személyistett meg mindent, amit a hűség és becsületesség szavakkal ki lehet fejezni. Ezek az öreg Jánosok, Ferik Sándorok ugyanúgy hozzátartoztak az a régi világhoz, amely ma már végképp eltűnt erről a földről, mint hogy hozzátartoztak a bőrkarosszékekkel bútorozott pipázók, a szellős verandák, a tisztesség, az emberi méltóság és a kölcsönös megbecsülésre alapozott békesség. Olyanok voltak ők, mint a házakhoz tartozó antik bútordarabok, melyek örökségül szálltak apáról fiúra. De ugyanakkor, mint a szervesen beletartoztak volna a családba, melyet egy életen átszolgáltak hűséggel és becsülettel, vállaikon hordozva a család minden gondját, és szívükben a család minden örömét. Természetesen azon a napon mindezt még nem tudtam. Zavartan követtem a különös öreg embert a kiárat felé, és szerettem volna elsüllyedni a szégyentől, amiért engedem, hogy egy öregember ember cippelje a bőröngyeimet. Az állomás mögött egy humokfutó várakozott rám, két gyönyörű szürkelóval, és egy olyan cifrangos kocsissal, hogy azt hittem először, valami tábornok tartja kezében a gyeplőt. Ha öregebb lett volna, nagyapámnak véltem volna őt is, azonban alig lehetett több harminc évesnél, és olyan egyenesen ült a vakon, mint a fából faragták volna. Sohasem sem látta még olyan szép, csillogó sárga kocsit. Ülései barna bőrből voltak, a lovakon is barna bőrből volt a hám, és tele a csillogó ezüst karikákkal és egyéb díszítésekkel. Csak úgy csillogott a sok ezüst veret a meleg nyári napfényben. A fehér bajuszos öregember föltette bőröngyeimet a kocsis mellé a bakra, és ő is felkapaszkodott melléjük, üresen hagyva az egész hátsó ülést. Én csak álltam ott, és nem tudtam, mit tegyek míg végre kézzel, lábbal megértették velem, hogy az én helyem a hátsó ülésen van, mivel én vagyok a ház fiatal ura. Elindultunk. A lovak patkoja csattogott a durva kövezeten, hogy végighajtottunk a kisvároson. Az emberek a járdán megfordultak, és utánunk néztek. Volt, aki megemelt a kalapját, volt, aki mosolygott. A legtöbben csak néztek, de annak ellenére, hogy az idegen és új környezet hatás alatt minden idegszálam megfeszült a figyelésben, nem éreztem gyűlletet, még csak irítséget sem a reám tapadó pillantások mögött. Kíváncsiságot igen, de főként elragadtatást a gyönyörű fogat láttán. Egy forma ember az egyik utca sarkon még a kalapját is feldobta a levegőbe, amikor elrabogtunk mellette, és akkor hát kurjantott, hogy az egyik ló ilyetten oldalra ugrott tőle, a kocsis markában megfeszültek a gyeplőszárak. Bár nem érthettem meg, mit kiabált, hangja nem volt ellenséges, inkább valami része görön volt benne, mint azt kiáltotta volna világá, hogy nem lehet baj a világgal, amíg ilyen gyönyörű fogatok robognak az utcákon. Ahogy fölfelé tértünk a dombra, a város lassan elmaradt. A kövezet megszűnt a kavicsos úton, rohantak a kerekek. Az út két oldalán magas akászvák állottak, teljes virágzásban, és az illat olyan nehéz volt alattuk, hogy szinte fullasztónak tűnt. Jobb oldalt egy gyümölcsös láttam, drótkejtés mögött, bal felől frissen kaszert lucernást. És a napnyugta színei olyan tiszták voltak a fákon, a lucernáson, a távoli piros házföldeken, és a környező dombokon, mintha az egész tájkép frissen készült olajfestmény volt volna. Aztán jobb oldalon megjelent egy magas, sötét fenyőcsoport, néhány jegenye, óriás vadgesztenye fák, és alattuk egy széles kőkapu. A lovak fordultak, és átrobogtunk a nyitott kapun. Hűvös fenyőszak csapott az arcomba, és aztán hirtelen ott volt előttem az udvarház. Zöld fák, vörös futórózsák és sárga liliomok színes keretében. Már az első pillantása kedves volt és ismerős. Az előtornác magas fehér oszlopai, a zöld, zsalugálteres ablakok, a cseréptető, mindez együtt azokra a koloniás stílusú házakra emlékeztetett, amelyekből olyan sokat lehet látni a déli államokban. Mindössze, hogy ez a ház igazi volt nem fából épült utánzat, hanem nehéz, komoly, épület, amely évszázadokra épült, nem csupán egy ember életre. Ezt rögtön megéreztem rajta. Volt benne valami erő, valami méltóság és öntudat, valami biztonság érzetet sugárzó komolyság, ami ami itteni faházainkból hiányzik mikor a kocsi felhajtott velem a széles fehér kőlépcsők alá, nagyapám kilépett a verandáról, és lassú, nyugodt léptekkel lejött a lépcsőkön. Azonnal tudtam, hogy nem lehet más, csupán a ház ura. Magas, sovány öreg úr volt, sémára borotvált, napbarnított arcából tiszta kék szemek néztek rám kíváncsian. Aja szemöldöke fehér volt, de ennek ellenére nem látszott többnek hatvannál, pedig már 76 éves volt akkor. Könnyű vászonból készült szürke ruhát viselt és őszbőrcipőt. Mikor kinyújtotta felém szíjas, barna kezét, tökéletes, oxfordi angolsággal szólalt meg: Isten hozott ide az a Szívemből remélem, hogy kellemesen utaztál egyre a szemembe nézett, és abban a pillanatban, ahogy ott álltunk egymással szemben a kőlépcsők alatt, valami különös folyamat ment végbe bennem. Megéreztem, hogy otthon vagyok. Tudom, hogy amit mondok, az különösen hangzik. Egy amerikai fiú, aki először teszi lábát idegen földre, hol minden más, minden új és szokatlan, és mégis igaz. Én nem tudom, hogyan foglaljam szavakba ezt az érzést, ami eltöltött valami jó melegséggel, amikor belenéztem annak az öreg úrnak tiszta kék szemébe. Csak annyit tudok mondani, hogy otthon voltam. Attól a pillanattól kezdve kerende nem volt idegen. Új, igen. Néha furcsa, meglepő, vagy éppen nyugtalanító, de nem idegen. Mintha hazatértem volna valahová, ahol hosszasan éltem a múltban, de életemnek egy olyan szakaszán, melyről nem maradtak emlékei. Nem tudom, megérti-e. Ennél világosabban nem tudom kifejezni azt, amit éreztem. Nagyapám fölvezetett a lépcsőn. Öreg János mögöttünk jött a böröndökkel, A széles verándán kerti székek állottak, és egy nagyon öreg karosszék, mellette alacsony asztal, könyvekkel és újságokkal megrakva. Innen egy hatalmas nagy nappali szobába nyitottunk be, vagy pipázóba, ahogy nagyapám nevezte volt, ahol barna, nehéz bőr karosszékek álltak, sötét diófasztalok, és a falak tele voltak őz és szarvas agancsokkal, medve bőrökkel és kitömött madarakkal. Nehéz tölgyfa puska állvány, tucatnyi vadászpuskával. Csak néztem, és azt hiszem a számot is eltátottam. Soha azelőtt ilyen szobát nem láttam életemben. Innen az ebédlőbe mentünk át, mert még ennél a szobánál is tágasabb volt, középen nehéz diófasztal, körülötte magas támlájú székek, fal mellett pohárszékek, nehéz faragott diófából, és azokon megszámlálhatott a mennyiségű ezüst holmi, tárcák, kancsok, egyebek, a színezüst tompa fényű csillogásával. A falakon egy tucatnyi portré, komoly, szakás férfiak, különös ruhákban és méltóság test dámák. Az ősök képei. Egyikük, ahogy nagyapám később rámutatott, Erdély fejedelme volt a 16. században. Egy másik páncélos, sepphelyes lovag a keresztes hadjátokban vett részt. Két élő pallosa, hogy csüngött a festmény mellett, olyan nehéz volt, hogy két kéz alig tudtam fölemelni. Az ebédlőből egy kis léptünk, ahonnan ajtók nyillottak mindkét oldalra. A legutolsó ajtó előtt megállt a nagyapám. Ez a te szobád, mondta és kinyitotta az ajtót. Szellős tága sarokszoba volt, melynek ablakai a kertre nyíltak. Egy ágy volt benne, egy szekrény, egy fiókos asztal tükörrel és egy világos megyfa íróasztal a két sarok ablak között. A bútorok öregek voltak mind, Pályuk tompán csillogott a lemenő napban. Két tájkép is volt a falon. Egyik hólepte erdőt, a másik érett búzamezőt ábrázolt. Öreg János behozta a csomagjaimat, és letette őket a szekrény mellé. Kívánom, hogy jól érezd magad itt, mondta nagyapám, majd előhúzta aranyóráját. Hét óra, akkor eszünk. Most három, hat. Pihenj egy kicsit. szed rendbe magad, s hétkor az ebédlőben várlak. Azzal megfordult és kiment. a balra a fürdőszoba, mosolygott rám öreg János, nagy fehér mögül, majd halkan betette maga mögött az ajtót. Magamra maradtam. Lassan oda mentem az ablakhoz, és kinéztem. A nap még ott ült szemben velem, az erdő gerincen, és a táj lágy barna színekben pompázott tőle. Ablakom alatt rózsabokrok virágoztak, és a kaszágy túl kezdődött a fenyves. Az egyik fenyő csúcsán nagy kék madár ült, fehér tollgyűrűvel a nyakán, örvös galamb volt. Soha sem láttam még őrvös galambot azelőtt, és amikor megszólalt, elbűvöltem, hallgattam a hangját. Mélyen beszívtam a fenyőszagot, és rákönyököltem az ablakpárkányra. Csak annyit éreztem, hogy a világ csodálatosan szép és ezzel az érzéssel a szívemben ismerkedni kezdtem a körülöttem lévő újfajta világgal, nagyapám világával, Magyarországgal. Mellettem a pálma törzsön a nagy csontos ember elhallgatott. Egy darabig némán bámult maga elé, aztán kialudt pipáját kiverte a fatörzsön, és újra rátömött. Én a tenger néztem. A halász bárka még mindig ott volt a horizont peremén, de mintha messzebb lett volna már, kékes párák között. Mielőtt tovább mennénk, szólalt meg a festő mellettem. Elő föl akarom sorolni mindazt, ami számomra új volt és szokatlan abban az új környezetben, amelybe ilyen módon belekerültem. Először is a ház terjedelme ejtett ámulatba. Tizennyolc szoba volt benne, hat vendégszoba, Elünk lakott a házban öreg János és a Rebi néni, a szakácsné. Lármás öreg asszony volt az a Rebi néni, még nagyapámmal is veszekedett olykor. De emlékezett anyámra jól. Anyám nevezte volt először néninek, hogy később megtudtam tőle. A konyha külön épületben volt, és egy cement járda kötötte össze a házzal. Óriás méretű konyha volt, mögött egy nagy szoba, a házi cselédek, és a családtalan gazdasági cserédek számára. Néha húsznál többen étkeztek ott. A konyha épület alatt volt a zöldséges pince, és valami száz lépéssel hátrébb dús lombu vadgesztenyefák alatt a jégverem. Minden januárban baltával vágtuk ki a jeget a halastóból, és szánokkal hordtuk fel a dombra. Száz-húsz szánra való jég kellett, hogy megtöltsük a hatalmas szalmával födött üreget és minden télen még találtunk régi jeget a fenéken, amikor az újat kezdtük berakni. Mindez számomra nagyon különös volt. Elhiheti. A villany hiánya, a gépek hiánya, de megtanultam hamar, hogy mindezek nélkül is lehet élni. Petrolommal világítottunk, fával fűtöttünk, és a gépeket emberi munkerővel pótoltuk. A házban és a konyhában egyedül hét cselédet alkalmazott nagyapám. Itt ugyanazt a munkát villannyal, gázzal és gépekkel két alkalmazott elvégezni kényelmesen. És ebben volt az egész rendszernek a titka. Nem voltak gyárak kerenden, ahol a másik öt munkát kaphatott volna, és ezért fontos volt, hogy nagyapám házában munka jusson hétnek, és nem csupán kettőnek. A kerendi birtok hat ezer holdból állott. Ez a 6000 hold utolsó maradéka volt annak a hatalmas uradalomnak, amit valamikor a 13. században adományozott annak a keresztes vitéz kerendinek valamelyik király. 700 évig ugyanannak a családnak a kezén. Az emberben elszorul kis a lélegzet, ha erre gondol. A birtokon lovakat tenyésztettünk, szarvasmarhát, disznót és juhót. A szántóföldeken búzát termeltünk, kukoricát, szójababot és cukorrépát. Tizenkét holt szőlőnk is volt, egy hatalmas borpince a hegy alatt. 25 holt gyümölcsös, főként alma, szilva és barack, melyek terméséből pálinkát főztünk. Harminchat igás ökröt kellett tartsunk a munka elvégzésére, két tucat lovat és húsz fejös tehenet, hogy minden családnak jusson tej. 64 állandó gazdasági cselédet fizetett nagyapám, Ezenkívül az időszaki munkára valami kétszázat hozott le nyárára a hegyekből. Heleinte szédültem a gondolattól, hogy mennyi pénzbe kerülhet ez a sok alkalmazott, amíg rájöttem, hogy valóságban nagyon kevés pénz kellett hozzá. Maga a pénz szinte nem is játszott szerepet abban a patriarkális, primitív világban. Pénz csupán a kevésbé fontos holmik beszerzésére fordítottak ott az emberek, mint például a dohányra, a fejkendőkre, a hasonlókra, Mindazt, ami az élethez szükséges volt, a gazdaság maga termelte, s nyersanyag formájában nyújtotta fizetésként a dolgozóknak. Lakás, liszt, zsír, szalonna, bakancs, tej, japjú, len, kender és sok más egyéb képezte az évi konvenciót, ahogy a fizetéseknek ezt a módszerét nevezték. Minden család kapott használatra egy hold földet. Azon kő marhatartást, jutartást, disznótartást, a birtok legelőjén és takarmányán. De maga mindezt tudja? Hát jobban, mint én. Csak azért sorolom föl, hogy emlékezetébe idézzem a látszólagos különbségeket az amerikai gazdasági munkás és az akkori Magyarország gazdasági munkásának fizetése között. Azt mondtam, hogy látszólagos különbséget, mert a valóságban. Az amerikai farm munkás fizetése semmivel sem magasabb, mint az, amit nagyapán birtokán a gazdasági csehérek kaptak. Mindössze annyi a különbség, hogy amíg az amerikai farm munkás saját maga kell elhatározza, hogy mire fordítja a pénzt, amit a hónap elsőjén kezébe nyomnak, elissza-e, szükségtelen költi költje, avagy a család jólétének biztosításához használja -e föl, addig a magyarországi gazdasági cseréd természetben kapta a család számára szükséges javakat. Többnyire nem is ő vette föl azokat, hanem az asszony, meg a gyermekek. Így aztán akár is szákos volt az ember, akár könnyelmi. A család mindennapi szükségete biztosítva volt. Természetesen azokban az első hetekben mindezt nem értettem meg. Számomra az egész rendszer különös volt, és mérhetetlen primitív. Azt is észrevettem hamarosan, hogy a gazdasági munkások egészen más ütemben dolgoztak, mint ahogy azt mi itt Amerikában megkívánjuk. Lassan mozogtak a földeken, vagy az istánok körül, minduntan a megálltak, abbajták a munkát és beszélgettek, tréfálkoztak, vagy cigarettát csodortak maguknak nagy körülményességgel, mikor közöltem nagyapámmal, ezt az észrevételemet kék szemével vidáman mosolygott reám. Tudom, hogy Amerikát a munka tette nagyjá, és hogy oda az emberek kétszer dolgoznak, mint itt, és kétszer is keresnek. A kérdés azonban az, hogy boldogabb életet élnek-e ott, mint itt. Mert hát az ember nem azért él, hogy dolgozzék Tamás, hanem azért dolgozik, hogy éljen. Gondolkozz ezen. Sokat gondolkoztam nagyapám szavain, és mégis esztendőkbe került, amíg megértettem, hogy tulajdonképpen mi is volt a lényegbeli különbség az itteni életforma és a magyarországi életforma között. Magyarország az individualisták országa volt, akárcsak Amerika. Viszont olyan terhekkel kellett megbirkózni a fejlődése folyamán, amilyeneknek mi hírét sem hallottuk. Nem a nagy birtokra gondolok, itt nálunk sokkal nagyobb birtokok vannak, mint amilyeneket Magyarországon vala is láttam, és a száma is nagyobb. Ostobaság ebben keresni a baj okát. A gazdálkodás, éppen a mesterség, mint az órajavítás vagy a szénbányászat, és mégsem mondjuk, hogy azért vannak szociális bajok, mert nincs mindenkinek szénbányája vagy órajavító műhelye. Ahogy én amerikai szemmel láttam, a legnagyobb tehertétel, amiről az országnak birkoznia kellett, ami fejlődésében meggátolta, és ami végül is zűrzavarhoz, és a meghasonlások hosszú sorozatához vezetett, a nép azon lelkés szellemi beállítottsága volt, mely megkívánta a függőségi viszonyt. Vagyis az egyén vonakodása, hogy személyes előre haladásáért és biztonságáért saját maga vállalja a felelősséget. Hogy azt mi, amerikaiak évszázadok óta a világ legtermészetesebb dolgának érezzük. Nagyapám, ezt így magyarázta volt egy esős nyári estén, amikor ott ültünk a fedett verandán a félhomályban, s hallgattuk a zápor dobolását a bádok tetőn. Száz évvel ezelőtt, mondta, a jobb bágyok még teljes függőségben éltek. A földes úr parancsára végezték a mezei munkát, és ezzel szemben jó létükért a földes úr volt felelős. A munka minősége nem érdekelte őket, akár termett a föld, akár nem, a földes úr kötelessége volt, hogy gondoskodjék jobbágyairól, vagyis egy szülő-gyermek viszony alakult ki földesúr és a nép között, a feudalista rendszer évszázadai alatt. Mint hogy vannak jó szülők, ugyanúgy voltak lelkiismeretes, lelkiismeretlen földes urak, és természetesen egy lelkiismeretlen földes úr, több nyomot hagyott maga mögött a történelem lapján, mint tíz jó lelkű. Mikor 1848-ban a magyar nemeség egyhangú lelkesedéssel megszavazta a jobbátság rendszerének eltörlését, a jobbágyuk egyik napról a másikra szabadok lettek, a föld egy része saját tulajdonukká vált, és senki nem szólt bele, hogy mikor dolgoznak, hogyan dolgoznak, és dolgoznak -e egyáltalán. Vagyis a szabadsággal együtt vállukra súlyosodott az ezzel járó felelősség is. Voltak, akik keményen dolgoztak, s ezek hamarosan tehetős paraszgazdákká váltak. Ezeknek a leszármazottai egyre több és több földet vásároltak össze, gyermekeiket tanították, és rendre beleolvadtak a polgári középosztályba. Mások restek voltak, és gyöngék ahhoz, hogy megállják helyüket a szabad gazdasági versenyben. Ezek rendre eladogatták azt a kis földet, amiük volt, és cserédül szerződtek a mások földjére. Vagyis nem tudták, mit kezdjenek a szabadsággal, és a jobbátság függőségét fölcserélték egy másfajta függőséggel. Biztosak akartak lenni abban, hogy akár jó munkát végeztek, akár rosszat, akár terem a föld, akár nem terem, minden hónap elsőjén ott lesz a kenyérnek való liszt, és minden egyéb, ami az élethez kell. A birtokosok mondhatták volna azt is, magyarázta nagyapám, hogy, hogy ezentúl óra bérrel fizetjük az elvézett munkát. És a munkás gondja, hogy hol lel magának lakás, és mire költi a bérét. Ebben az esetben viszont a kormány rohantak volna panaszra, és a kormány kellett volna kitaláljon valamit, hogy gondjukat viselje, mint szülő a gyermekének. Ez viszont igen nagy hatalmat adott volna a kormánynak ezek fölött az emberek fölött, és bármilyen hatalomra törekvő politikai csoport könnyen visszaélhetett volna ezzel a hatalommal. Ennél fogva, a birtokosok úgy látták jónak, ha továbbra gondjukat viselik azoknak, akik nem kívántak a maguk lábán élni. Így magyarázta nagyapám mindezt azon az estén, míg a veranda födelé muzsikált a zápor, és az ázott föld jó nyers szaga megtöltött a levegőt körülöttünk. Akkor mindez új volt számomra. És nem voltam biztos abban, hogy igaza van-e nagyapámnak, vagy nem, és lehet-e szociális problémákat ennyire leegyszerűsíteni. Ma már tudom, hogy igaza volt. A szocialisták javítani akarják a világot. De csak rontani tudják, mondta volt később, ugyanazon estén. Mivel a szocializmus nem egyéb, mint egy ember csinálta, Bótszer, annak az űrnek a betöltésére, ahonnan az igazi keresztény erkölcsiség hiányzik. Ha mindenki ezen a világon a Bibliából meríteni a bölcsességet, ahelyett, hogy sületlen szociológusok firkálásaiban keresni azt, magától oldódna meg minden emberi és társadalmi probléma. Ma úgy érzem, mintha a nagyapám lett volna az utolsó igazi pátriárk ezen a földön. Valami újfajta Noé, aki úsztatta maga bárkáját a történelem viharos hullámai felett. Mindössze azzal a különbséggel, hogy Noé partot ért, és megalapozott egy új világot, míg nagyapám bárkája elsüllyedt a mélybe, és magával vitte ezt a világot. Ezt az özönvizet nem Isten okozta, hanem maga az ember, szegény nagyapámnak nem volt más lehetősége, mint hogy alámerüljön bárkájával együtt. A festő újra elhallgatott. Ült és nézett ki messzire, a tenger napverte vizére, mint a keresett volna valamit a távoli horizonton. A halászbárka már nem volt sehol. Elnyelt a párás messzeség. Faragó a béres bíró, aki a munkára felügyelt, minden este feljött a verandára. Folytatta lassú szóval egy idő múlva. És beszámolt nagyapámnak az elvézet munkáról. Majd megbeszélték a másnapi teendőket. Szürkülő hajú ember volt ez a faragó, bajuszát viasszal pödörte hegyesre. Bejött a lépcsőn, és ott állt nagyapám karosszék előtt, kalappal a kezében, így nagyapám rám nem szólt, ő jön le, faragó. Ekkor Faragó ügyelve leült az egyik nátfonatú székre, és beszélni kezdett. Szántásról, vetésről, marhákról, lovakról, emberekről, még végül is megtárgyaltak mindent, ami történt, és elhatározták a másnap teendőit. Olykor mások is jöttek, miután Faragó elment, többnyire cselédek. Ugyanúgy följöttek a lépcsőn, odáltak nagyapám elé, kalappal a kezükben, és elmondták, amely a szívükön volt. Nagyapám türelmesen végighallgatta őket, azután tanácsot adott nekik, vagy pénzt, az szerint, hogy kinek mire volt szüksége. Keresztnevükön szólította őket, és ők kegyelmes úrnak szólították nagyapámat, mivel évekkel ezelőtt és ügyi miniszter volt. Három János is volt a ház körül. Öreg János, az inas, aki öt született a házban, és akinek az apját is Jánosnak hívták volt, és aki szintén inasként szolgált nagyapám apjánál. János a vadőr, és a kicsi János, a lovászgyerek. Három nappal odaérkezésem után nagyapám kiküldött Jánosra az erdőre, őszbaklesre. Soha nem felejtem el azt a napot. Gyalog indultunk el a legelőn át, föl az erdőhöz, a langyos délutáni napsütésben. Vállamon cipeltem nagyapán gondozott olajszagú golyós puskáját, és János otthaladt mellettem. Az erdő járó emberek lassú-hosszú zajtalan a lépteivel. Itt nálunk nem is ismerik az olyan erdőt, mint amilyenek azok a magyarországi erdők voltak. De minek is mondom ezt, maga úgy is tudja. Tiszta, magas szálerdő, tölgy és bükk, hűvös jószagú árnyék, fűvel benőtt utak, ahol moha a lépés zaját, varázsatos tisztások, ahol a térdig érő fű között kék virágok, Fehér margaréták és piros pipacsok nyíltak, és a csöndnek szinte szaga volt, és íze. Nem, mégsem próbálom a szavakba foglalni azoknak az erdőknek a szépségét, hiszen festő vagyok, csupán nem költő. Lábúj helyen cserkésztünk a szálason át a tisztások mentén, tucatnál is több őzet láttunk. Barna-piros testük szinte világított a leszálló estében, bak is volt közöttük, nem is egy, de valahányszor megmozdult kezeme a puska, hogy vállamhoz emeljem, János megrázta a fejét. Fiatal! suttogta. Akkor még nem értettem, mit jelent a szó. De ha megértettem volna, akkor sem tudtam volna fölfogni, hogy miért nem akarta János, hogy meglőjem őket. Pacsoránál, magyarázta meg nagyapám, az igazi vadász nem húsra vadászik. Azok az idők már elteltek régen. Akinek hús kell, az mészároshoz megy. Az igazi vadász Gyönyörködik a vadban, élvezi az erdő csöndjét és hangulatát, a vad megközelítését és mindazt, ami a vadászattal jár. Csak a szépen kifejlett agancsú öreg bakot lövi le, vagy a gyöngét és beteget. Erdőjárás a lélek kultúrája, mondta nagyapám. Egyesítve a vadászat sportjával és az örömizgalmával, amit egy tiszta lövés és egy szép agancsos okoz az embernek. Nagyapámnak 1200 hold erdeje volt, amely törvény szerint önálló magánvadász területet képezett, melyre János a vadőr viselt gondott. A tisztások szélein sózók és téli etetők voltak, és a fákra épített magas lesekről órák hosszat lehetett figyelni az őzeket, nyulakat és fácánokat. Felejthetetlen napokat töltöttem abban az erdőben. Ha Ági nem lépett volna az életembe, azt mondhatnám, hogy azok voltak életem legszebb napjai. Ágit két évvel odaérkezésem után ismertem meg egy arató ünnepen. Én 18 éves voltam akkor, ő 17. Minden este, hogy itt ülök, és kinézek a rettenetes ürességbe. Van épp sincs csak víz és napfény és semmi más, arra gondolok, hogy milyen is lett volna, ha az idő akkor megáll azon az estén. Egyszerűen megáll, és semmi sem történik többet, csak örökké tartó arató ünnep, örökké tartó napnyugta, s mi ketten Örök, örökké a fákárnyékában a padon, egymás mellett hallgatva cigányzenét, s néz az aratok vidám táncát. Istenem, ha tudtam volna, akkor nem fejezte be a mondatot, csak ült ott maga elé meredve, s hallgatott fehér sirályok szálltak tovább roppant víz fölött, és hogy játékosan röptükő megcsillant a napfény. Olyan volt éppen, mint a sok kicsi fehér kendőt lengettek volna messzeségből, láthatatlan búcsúzó kezek. Ebben az országban nem is tudják, mi az arató ünnep. Szólalt meg mellettem a fest egy idő múlva, s hangja fájtlas volt és mély. Ez a furcsa, vad, ősi szertartás, mely valamikor év ezredekkel előtt kellett megszülessen az emberek lelkében. Mi már elfeledtük itt az ilyesmit. Belőlünk már hiányzik az a nyers, egyszerű, föld és kenyérszagú misztikum, hogy a teremtés és az élet ősi csodáit ünnepelni tudja. De azokban ott még megvolt. Amint már említettem, volt minden nyáron nagyapám időszaki munkásokat hozatott a hegyekből az aratás elvégzésére. Nem pénzt kaptak a munka elvégzésért, hanem a learatott és kicsépelt gabona tíz százalékát. Szekerekkel jöttek le, szervezett csoportban, még saját szakácsaikat is hozták. Mi csak a nyersanyagot adtuk az élelemhez, ők főztek maguknak. A szerződésük pontosan kikötötte, hogy hány kiló kenyeret, Hány kiló húst, sajtot, zsírnak valót és egyebet kell kapjanak hetente. Még a vasárnapi ráró fejenként egy liter bor is ott volt a szerződésben, és az egy korty pálinka minden reggel, és egy korty pálinka minden este. Ezeket a kortyokat egyénleg mérték olyan módon, hogy egy nagy, cserép korsó kézről kézre járt minden este, és abból mindenki húzott egyet, férfi, asszony, leány. Ha a korsó kiürült, a vállalkozó, így hívták a csoport főemberét, Behoztak konyhába, és öreg János újra megtöltötte neki. Órák hosszat el tudtam nézni ezeket a hegyi népeket. Ahogy a búzát aratták, nótáztak, tréfálkoztak egész idő alatt. Soha még olyan vidám és boldog néppel nem találkoztam életemben. A férfiak kezelték a kaszát, mögöttük hajlongtak a marokszedő lányok, és ezek megett kévekötő asszonyok meg idősebb férfiak kötözték a kévéket, s rakták egybe őket keresztekbe. Figyeltem őket esténként a tábortűz mellett, ahogy ettek, ittak, téfálkoztak, és ölelgették a lányokat. Eleinte azt hittem, hogy nagyon laza erkölcseik vannak. Lendre azonban rájöttem, hogy ellenkezőleg. A különös módon is, de erkölcsi mértékeik sokkal szigorúbbak voltak, mint a mieink, és sokkal praktikusabbak is amellett a télire való gabonát gyűjtötték össze ilyen módon, fent a hegyekben nem termett búza. Ezeknek az arató csoportoknak egy másik fontos szerepe is volt. Alkalmat nyújtottak az egymástól távol élő hegyi tanyák legényeinek és lányainak, hogy megismerkedhessenek, és megfelelő élettársat választassanak maguknak. Itt megfigyelhették egymás munkaképességét, erejét, és békés, vagy békétlen, erőszakos vagy szelít természetét. Házasságról nem is esett szó, mint addig, amíg a lány viselős nem lett. A legénynek előbb tudnia kellett, hogy minden rendben van -e a lány körül, hiszen egy gyermekten asszony nagyon keveset ér ott, ahol a család előmenetele sok kéz együttes munkájá múlik. De mindazt, amit az aratás jelentett ezeknek az embereknek, az arató ünnep fejezte ki legtökéletesebben. A koszorú behozatalával kezdődött. Az alatás utolsó napján a csoport leányai koszorút fontak, a legszebb és legérette buzakalászokból Koszorúnak nevezték, de valóságban zárt királyi koronához hasonlított, mert díszített egy piros, fehér és kék vadvirágokkal. Ezek a virágok úgy ragyogtak azon a koronán, mint királyi arany koronán a drága kövek. Valamennyien ünneplőbe öltöztek, színes népviseletbe, és a legszebb lánynak jutott a megtiszteltetés, hogy behozza a koszorút. Ő jött elő, két kezében magasra emelve a búza koronát, mögött a többiek énekelve, s hátul a cigánybanda, amit külön erre az alkalomra fogadott föl számukra Faragó. Úgy jöttek föl, lassú processzióban, énekelve az udvarház elé, ahol nagyapám már várt rájuk a fehér tetején. A lépcsők előtt megállt a menet. Félkörbe formálódtak az ünneplő ruhás aratók. Középen a leány egyedül, a koszorúval. A zene elhallgatott, s egyszerre olyan csöndesség lett, mint a templomban lettünk volna. csoportból elő lépett hajadón fővel a legöregebb ember. Egyszerű, de egy mélyen átérzett szavakkal köszönetet mondott Istennek az aratásért, majd Isten áldását kérte a házra, annak urára és az egész világra. A leány feljött a lépcsőn, átadta nagyapámnak a koszorút, aki arcon csókolt a két felől, és kezében a buzakoszorúval szólott néhány szót, szép, egyszerű, komoly szót az aratókhoz. Majd öreg János fölakasztotta ünnepélyesen a koszorút a veranda mennyezetéről alácsüngő kampóba, ahonnan az aratás megkezdésének napján vették le a múlt évi koszorút. Miután ez is megtörtént, a cserébe kigorítottak egy hordoporta pincéből, és az alatok elvonultak a konyha megetti nagy kör fák alá, ahol már készen vártak rájuk a megterített asztalok. Minden évben esztendős ökörborjut vágott számokra, nagyapám, erre a napra, és megkezdődött a nagy evésívás. Utána pedig vad, duhaj, tánc reggelig. Tudom, ha mindezt így elmondja az ember, nem jelent sokat. De aki ott van közöttük, az megérzi, mélyen a szíve gyökerében érzi meg, hogy ebben az egyszerű nyers ősi ünneplésben sokkal több van, mint egyszerűen befejezett munka utáni vidám felszabadulás. Valami nagyon komoly és nagyon földhöz nőtt szépség van benne, valami, ami Istent és embert egy pillanatra összekapcsol valahogy a teremtés mesdjéjén. Amint említettem már, egy ilyen arató ünnepen ismertem meg Ágit. A harmadik arató ünnepen, amit kerenten éltem át, de erre majd visszatérek később. Festő vagyok, és mi festők előbb gondosan felcsoportosítjuk a hátteret, mielőtt a főalakra rátérnénk. Az én életem soha el nem készült nagy festménynek a főalakja Ági, és minden, amit elmondok, arra szolgál, hogy őt mutassam be a maga teljességében. De mielőtt odáig eljutnék, még sok mindent el kell mondja arról a háttérről, melyből fakadt és melynek ő volt számomra a tökéletes és végső beteljesülése. Mondhatom a beszédemmel. Rám nézett, és a tekintete mély volt és ködös, mint hegyi tavak tükre ősszel. Megráztam a fejemet, nem. Feleltem, és hangom reket volt, nem mondtad, folytassa csak. Köszönöm. Felelte halkan, és elfordította a fejét, mint a szégyelte volna a szemébe rejlő mélységeket. Az ember él, étek hónapok, évek telnek, és nincs kihez beszélni. Nincs kinek elmondani, mert nincs senki, aki megérteni. Maga megérti, mert maga is onnan való, és maga is veszített valamit, ha talán nem is annyit, mint én. Köszönöm a türelmét, elfordított fejjel, hosszasan nézett a sötét, mocsári ciprusokkal szegélyzett part mentén. Hosszonyakú fehér gémek álltak ott a sekély vízben, talán azokat nézte. Majd sóhajtott, és beszélni kezdett újra. Hadd beszéljek először a karácsonyról, Arról az első karácsonyról nagyapám házában. Fontos, hogy beszéljek róla, mert úgy érzem, hogy az a karácsony valamiféle fordulópont volt az életemben. Valami történt benne, valami, ami közelebb hozott önmagamhoz, vagy Istenhez, ha így akarjuk kifejezni. Számomra mind a kettő ugyanazt jelenti. De igazában semmi különös nem történt azon a karácsonyon volt karácsonyfánk, akár csak itt Amerikában. Mindössze annyi különbség volt az elején, hogy karácsony estején gyújtottuk meg rajta a gyertyákat, nem vasárnap reggel, mint a így szokás. Ajándékokat is kaptam, mindenki kapott ajándékokat a karácsonyfa alatt, még Sanya disznópásztor is. Ezzel azonban nem volt vége. A karácsonyfa és az ajándékozás mindössze egy nagyon jelentéktel része volt annak a karácsonynak, amit nagyapám házánál ünnepeltek. Mikor az első csillag feltűnt az égen, az a bizonyos csillag, mely annak idején Jézus születését jelentette be a világ népeinek, a környékbeli parasz gyerekek elindultak kántáló útjukra. Házról házra jártak, karácsony dalokat énekeltek, és boldog karácsonyt kívántak mindenkinek. Megszületett a Jézus Krisztus! Ez volt a köszöntésük. Hozzánk is eljöttek. Ott álltak szoros csoportban az ablak alatt a hóban, csizmásan, báránybőrsipkásan, s elénekelték Jézus születésének történetét, egy karácsonyi balladát, mely nyelvben és dallamban legalábbis olyan öreg, mint Magyarország maga. Mikor befejezték, öreg János behívta őket a házba, és megtöltött a batyúikat, régi szokás szerint almával, dióval és mézes kalácsal. Alig, hogy a gyermekek elmentek, egy csoport felnőtt érkezett az ablakok alá, akiket a református lelkész és katolikus plébános vezettek, és ők is elénekelték a mennyből az angyalt. Házról házra jártak ők is, és adományokat gyűjtöttek a szegények számára. Valami nyolc csoport gyermeket láttunk vendégül azon az estén, és amikor a felnőttek jöttek, nagyapám száz pengőt ajándékozott mindkét papnak de ezzel még mindig nem volt vége a karácsony estének. Alig mentek el a városiak, mikor egyszerre csak távoli csengetyű szót hallottam kintről. Nagyapám magára vette bundáját, és intett, hogy kövessen példáját, aztán kiléptünk a nyitott verandára. Tiszta, hideg téli éjszaka volt. Az ég fekete bársonyán millió kis csillag sziporkázott, s a ház előtt a fagyott hókristályok visszacsillogtak a magasságos égre. Óborította a park magas fenyőit is, és mögöttük a major felől vezető úton lassú sárga fények mozogtak. Lámpások fénye, és a halk csengető szóval jöttek közelebb a hólette fák között. A karácsonyi menet jött, a dombon. Soha nem fogom elfelejteni ezt a képet. Olyan mély benyomást tett rám az el esedett Amerika fiára, aki már megszoktam, hogy a karácsony nem egyéb, mint egy Santa Clausos vásári szemfényvesztés, melyben az ajándékozás már régen eltakart minden nyomot a karácsony ősi misztikuma felé. Hat magas ember, hosszú báránybőr bundában és magas tetejű báránybőr sapkával a fejükön, magasra emelve hordták a lámpásokat, melyeknek sárga fénye titokzatos árnyékokat vetett a fák közé. A menet két oldalán haladtak, lassú ünnepies léptekkel. A menet élén József vezette a szamarat, mely Márja ült karjában a nagy, fekete hárászkendőbe kendőbe csavart újszülött Jézussal. Mögöttük koronával a fejükön a három király, és három király megett a három bölcs, és a menet végén a pásztorok. Semmi különös színpadi öltözéket nem viseltek, mindössze a királyok fején volt festett papírkorona. Egyszerű hétköznapi, téli népviseletben voltak, és talán éppen ezért olyan volt majdnem, mintha egyenesen a Biblia lapjáról léptek volna alá. Mária maga egyszerű, hosszú fekete ruhájában, fekete fejkendővel a fején, féloldalt ülve az öreg szamár hátán, József hajadon fővel kisé kopaszodva már, viselt háziszőt ujjasában, lassú lépéssel vezetve maga mögött a szamarat fölfelé a hólepte dombon. Királyk és bölcsek ünnepi viseletben, fényes fekete csizmákban, sátul a pásztorok hosszú birkabőr bundákban, csúcsos kucsmákban, hosszú egyenes pásztor bottal a kezükben. Lassan és szívbe markoló méltósággal feljöttek a dombon, és megálltak a lépcsők alatt. Először egy egyszerű kis karácsonyi játékot mutattak be, mely legalábbis olyan öreg lehetett, mint a kereszténység maga. József és Mária utazását, az angyal érkezését a pásztorokhoz, a pásztorok útra kelését a csillagnyomán, az újszülött Jézus a jászolban, s végül is a királyok és bölcsek érkezését az ajándékokkal. Egyszerűen játszották meg, színészkedés nélkül. Több volt, mint játék valódi volt és igaz. Élték a jelenteket. Minden szó, amit kimondtak, mélyen a szívükből jött, mintha nem is játék lett volna, hanem valami emlékeztető, ősi, Isten tisztelet. A kisgyermek olykor-olykor fölsírt anyja karjaiban, és az olyan természetességgel nyújtotta oda emléjét a csillagok fagyott fényében, mint hogy valamikor Mária tehette abban a régi istálóban. Után elénekelték a mennyből az angyalt. Majd Faragó, a béres bíró, a csoport elé lépett, levette fejről a kucsmát, és egyszerű, keresetlen szavakkal boldog karácsi ünnepeket kívánt a cserétség nevében, és Isten áldását kérte a házras annak minden népére. Nagyapám néhány szóban megköszönt a jó kívánságokat, Isten áldását kérte valamennyiükre, és együtt elmondták a mi atyánkot. Mikor ennek is vége volt, az egész processzió hátra ment a konyhaépületbe. A öreg János és Rebinéni már várták őket forró tyúklevessel, frissen sült kenyérrel és borral. Másnap korán reggel valamennyien templomba mentünk. Ez volt életem első karácsonya, melyen megéreztem, hogy van ebben az ünnepben valami több és mélyebb, mint egy egyszerű vidám családi összejövetel, ahol ajándékokat adunk egymásnak. De ami talán még ennél is jobban meglepett, valószínűleg, mivel gyökerei még a kereszténység mögötti időkre nyúlnak vissza, az új év volt. Itt nálunk mi csak mulatságból ünnepeljük az új évet, iszunk, táncolunk, és éjfélkor megcsokoljuk egymást, ennyi az egész. Nem tudom, hogy a régi pionírok idejében volt-e nekünk is valamilyen tradicionális új év ünnepségünk, vagy nem, melyen elbúcsúztak a régitől és szembenéztek az újjal. Csak azt tudom, hogy mindezek a régi szokások ma már rendre kipusztulnak mindenütt a világon, mint hogy kipusztulnak a sárkányok, a tündérek, csodatévő fák. Egy új gyökért társadalmi osztály veszi rendre kezébe a világ irányítását mindenütt. Egy osztály, melynek nincsenek tradíciói, ezért eleve ellene van minden tradíciónak. Egy osztály, melynek nincs múltja és nincs hite, melynek nincsenek erkölcsi értékei sem, és ezért üldözi a múltat. Ki a hitet, és úgy űz minden erkölcsi értékből. Én úgy érzem, hogy a magyar újévi tradíció egyike az emberi faj legrégibb rítusainak. És ha eredetét ki lehetne nyomozni, bizonyára visszanyúl egészen a kőkorszakig, amikor még démonok gyötörték az embert, és amikor a kézügyesség mesterségei az ember győzelmét jelentették, a nap sötét árnyaival szemben. Mélyen a kalendárium idők mögött, történelem előtti idők sötétjében, barlangból leste az ember a gyöngülő napot, babonás félelemmel. És amikor fordult az esztendő, és napok újra nőni kezdtek, őrjöngő örömmel ünnepelte a nap a tűz, az élet diadalát, az éjszaka fagyott árnyai fölött. És mint élete garanciáját, Fölmutatta a mesterségének szerszámait, őkését, kőbaltáját, fölmutatta őket az újszülött napistennek. Nem tudom, hogy valójában így volt-e vagy nem. De ezeket az érzéseket váltotta ki bennem a magyar új év. Valahányszor szemtanúja voltam. Szilveszter estéjén, vacsora után, mindenki, aki a házban vagy a ház körül dolgozott, összegyűlt a nagy pipázóban, a kandalló körül, nem volt más világítás, csupán a tűz. Ennek lobogó lángja titokzatos árnyékokat vetett az agancsokkal és medvebőrökkel teleaggatott falakra. Nagyapám a maga megszokott karos székében ült. Ott volt Rebinéni, öreg János, a két konyhalány, a két szobalány, Jankó, a félkegyelmi favágó legény, és kicsi János a lovászgyerek. Vagyis mindenki, akinek nem volt családja közelben, csak aki ezért a családhoz tartozott. Szilveszter esteje családi este, régi magyar tradíció szerint. Öreg János újabb és újabb bükkfahasábokat vetett a tűzre, míg Rebi néni régi meséket mondott. Lassan és körülményesen mondta a meséket, ügyelve és aprólékosan. Még arra is kitért, hogy milyen ruhát viselt a kinál asszony, és milyen hosszúak voltak a hétfői sárkány tűzes nyelvei. Az én számomra persze újak is izgalmasak voltak ezek a régi népmesék, Viszont a többiek már ismerték valamennyit, valószínűleg százszor is hallották őket, mégis úgy csüngtek Rebi néni mesemondó száján, mint akkor hallották volna először. Még a lélegzetüket is visszafolytották, amíg a legkisebbik királyfi bajban volt, és megkönnyebülten sóhajtottak föl, valahelyszor győzött a gonosz fölött. Mikor ezt a rebényéni végül is kifolyott a sárkányokból, óriásokból, táltos lovakból, királykisasszonyokból, kisasszonyokból, disznó pásztor boszorkányokból és ördögökből, akkor öreg János behúzott egy vödör vizet, és egy maréknyi vágott olmot. Valamint egy hosszú nyeli olvasztó kanalat, amit a régi időkben puska golyók öntésére használtak. És elkezdődött az ólom öntés. Sorra fogtuk a kanalat, beletettünk egy ólomcsonkot, majd oda nyújtottuk a tűz fölé, amíg megolvadt. Mikor az ólom folyékony lett a kanában, akkor gyorsan kihúztuk a tűzből, és beleöntöttük a vizes vödörbe. A vödő fenekéről kiszedtük a kihűlt, megkemélt ólom darabokat, és azoknak formájából Rebinén jövendőt mondott. Nagyapámé, hintóz hasonyított, és Rebinéni hangon kijelentette, hogy ez még az álmos könyv szerint is nagy tisztességet jelent. Idősebbik konyha leányunké, aki már jegyben járt egy szomszéd falu belül gazda legényel, csónakhoz hasonlított, és természetesen esküvőt jelentett. Az enyém kézről-kézzel járt, és mindenki valami más látott benne. Végül is Rebbi néni kijelentette, hogy az ólom darab egy nyitott könyvet, egy söprüt, vagy ecsetet, és egy csillagot mutat. Szerint a nyitott könyv tudományt jelent, a csillag hírt és dicsőséget, és a harmadik, ha ecset, akkor művészi sikert, ha pedig seprű, akkor politikai szereplést. néni volt az utolsó, aki kezébe vett az olvasztókan alatt, mikor kiemelt a vizes vödörből. Nézte egy ideig, és ahogy nézte, az arca egyszerűen nagyon-nagyon öregnek tűnt. Az szóval anélkül, hogy bárkinek is megmutatta volna, bedobta a tűz közepübe. Magamfajta öregasszony számára már nem sokat hozhat a jövendő, mondta zsémbesen. És gyorsan elejét vett a további kérdezősködésnek azzal, hogy régi népdalokra kezdte tanítani a fiatalokat. De bármilyen különösen is hangzik. Amikor a következő őször Rebinyéni meghalt, és néztem, hogy koporsát lassan aláeresztették a szőlőhely tetején lévő kicsi temető gödrébe, akaratlanul is eszembe jutott az ólomdarab. darab amit szilveszter éjjel a tűzbe dobott. Egyedül Isten tudta csak, mit látott szegény öreg néni, abban az alattalan ólom darabban. Mikor a nagyfali óra ütni ezt az éjfélt, abban maradt a dalolás, mindenki elhallgatott. A bongó óraütések hultak egyenként a csöndbe, és a titkos babonák erejével tovább visszhangoztak a lelkünkben. Lassan mindenki felállt. És amikor az utolsó óraütés is elhangzott, nagyapám megszólalt mély, komoly hangon. A régi elmúlt az új megkezdődött. Adjon az Úristen békességet ennek a világnak, és töltse meg az emberek szívét is békességgel. Ami rossz volt és szomorú a múltban, felettessék el. De ami jó volt és szép, annak maradjon emlékezete. Örökkön, örökkétig. Legyen az Úristennek hála és köszönet a múlt esztendőért, és az újat, ami most kezdődött el, ajánljuk hát az ő kegyelmébe. Mert ő benne vagyon minden bizalmunk. Ámen. Boldog új esztendőt! Boldog új esztendőt kívántuk egymásnak, s azzal aludni tértünk. Azt hittem, ezzel vége volt az új ünneplésnek. Lövések, dörrenésre ébredtem, és ágyamból kiugorva szaladtam az ablakhoz. Alig hajnalodott még odakint. Az első, akit az ablakból megláttam, János volt a vadőr. Ott állt a ház sarkánál, majdnem az ablakom alatt, sörétes puskája az ég felé célozva. Kétszer durdant a puskája. Az ablak üvegje megrázkodott a lövésektől, és láttam a piros sárga lány nyelveket kicsapni a puskacső végén. Nyomban utána már a csörgőket is hallottam, a lovak téli szerszámairól való ezüst csörgők voltak. Karikás ostor csördítését is hallottam valahonnan a ház másik oldaláról, s akkor már jött is faragó, csizmásan és bekecsesen, lassú, cöklető futással a ház sarka mögül, kezébe magasra emelve egy nagy furkos botot. lépéssel mögötte öreg János tűnt föl, boros korsóval a kezében. Majd Rebi törte szuszogva a havat, óriási nagy fakannal a kezében, a konyha leányok suruló kefékkel, a szobalányok leányok seprükkel, s a kocsisunk ostorral kergette a két lovász fiút, akinek nyogában ott a lovak, téli zörgői és csörögtek, csilingeltek vidáman. Majd hosszú sorban jöttek a többiek lassú futással. Két vincellér, kis hordogat gurítva maguk előtt. A tehenes sajtáral a kezében. A kertész kapával és ásóval a vállán, a kerekes, szekérkereket gördítve, és sor a többiek mind, az egész cserétség kiki a maga mesterségének jelképével. Ott szaladtak mind a ház körül, kiabálva, nevetve, tréfálkozva, akár egy rakás gyermek. A húszú úr végén hat béres, csattogó karikásokkal terelve valamennyit. Eleinte nem tudtam, mire véjem az egészet, de aztán nagyapám jött a szobába, sívott, menjek ki a verandára vele. Felkaptam a kabátomat, szaladtam utána. A veranda előtt, az udvar közepén, pörőjével csattogtak a kovács, a nagy, nehéz üllőt, és segédje valósággal táncot járt a nagy hasú fújtatón. Valahányszor a ház körül szaladók sora a veranda elé ért, János fellőtt kétszer a levegőbe, és a béresek vadul csattogtatták ostoraikat, és a lovászfiúk rázták nyakukon a lovak csörgőit. Ez egy nagyon régi szokás mi felénk magyarázta nagyapám, hogy ott álltunk egymás mellett a fagyos téli hajnalban a lépcső tete, és néztük a felfordulást. Sajnos egyik azoknak a szokásoknak, meg lassan kimennek a divatból. Valódi jelentőségét már régen elfeledte mindenki. Valószínűleg a nap és az élet visszatérését ünnepelték ezzel valamikor, a napok hosszabodásának és az éjszaka rövidülésének kezdetét, a világosság győzelmét a sötétség fölött. Ugyanakkor hálát adtak Istennek azért, hogy átélték a teret, és diadalmasan hordozták körül szerszámaikat és fegyvereiket, melyek az átvészel is lehetővé tették. Régi szokás, mi igyekeztünk megtartani. Büszkeséggel töltél az embereket mesterségük felé, az év első napján ilyen vidám módon mutathatják be szerszámaikat, melyek kenyerüket kell megkeressék. A lövések dörrentek, azostulok csattogtak, csengett a kalapács az üllőn, s vidáman csilingeltek a csörgők. Az emberek még szaladtukban nagyokat kurjongattak, tréfákat kiabáltak egymásnak, még egymás után kifáradtak, és kiálltak lihegva szélire. Végül is mind összegyűltek a lépcső alatt, és faragó, nehéz szuszogással mondott néhány szót valamennyük nevében, boldog új esztendőt kívánt, jó termést, esőt a legelőknek, és szerencsés szaporodás a nyájaknak. Nagyapám elmondott egy imát, melyben Isten áldását kérte a vadonatúj esztendőre és az egész világra. A konyha előtt öreg János mindenkinek a kezébe nyomott a üveg pálinkát, egy frissen sült kenyeret, és egy kiló füstölt szalonnát. Utána valamennyien lementek a disznólakhoz, ahol ott várakoztak már az asszonyok a zsákokkal, és a kondás mindegyik zsákba beletett egy visítozó újévi malacot. Ahogy most ennyi év után mindezekre visszagondolok, úgy tűnik, mintha álmodtam volna az egészet. Nem tudom maga, hogyan van vele. De nehéz elinni, hogy egy egész világ a maga legapróbb részleteivel együtt egyszerűen eltűnhetett alá süllyedhetett valami közönyös szürke iszabba, mely elnyelt egyik napra a másikra, minden estül. Erre a letűnt világra masszukás mondani, a középkor egy itt felejtett kis darabja volt, amit végül is elsöpört a fejlődés. Én nem tudom. De ha ilyen volt a középkor, akkor én sajnálom, hogy most születtem erre a földre, és nem évszázadokkal ezelőtt. Tudom, voltak hibáinak a régi letűnt Magyarországnak, amit vérbe és sárba tapostak az oroszok, és az emberformájú tetvek. De ezekről a hibákról már annyit beszéltek, már annyi mocskot köpködtek mindenfel az utóbbi húsz esztendőben, hogy ideje most már arról is beszélni, ami jó volt és szép, és harmonikus. Mert az a régi Magyarország, amit én megismertem, ezer kis hibája mellett is magában hordozta a nagyság és a méltóság minden jelét az egyéniség országa volt, az egyéniség szabadságának országa. Egy szabadság tisztelete mélyen gyökerezett mind a rendszerben, mind az emberek lelkében. Ma nem népszerű beszélni, tudom azt, ma, amikor egy olyan korszakba megyünk át, ahol az egyéniség jogai teljesen alá vannak rendelve a tömegek jogainak. De én művész vagyok, és én soha nem fogadom el ezt a törvényt. Én hiszek a kiváltságosak azon jogában, hogy elszigeték magukat a tömegektől. A művészek mindig hinni fognak ebben. Mivel a művészek nem csupán egyéniségek, de kiváltságosak is az emberek között. A nyáj soha nem ismeri azt el, ami természetes. Mivel a nyáj emberekből hiányzik a bátorság ahhoz, hogy a maguk egyéniségét éljék, gyűlölnek mindenkit, akiben ez a bátorság megvan. És minden erejükkel azon vannak, hogy belekényszerítsék őket a nyájba. Az egyenlőség divatos szólama szerint. A világ valamennyi erdejében nincsen két egyforma fa, nincsen két egyforma ember. Az egyenlőség természetellenes ellentét a gyöngék, a törpék és a tehetetnek találták ki abból a célból, hogy saját színvonalukra kényszerítsék az erőset, a nagyot, a tehetségeset kísérletezhetnek vele ezer évig, akkor sem sikerül. A nagyból csak úgy csináltnak alacsonyat, ha levágják a fejét. Mellettem a rönkön a festő ingerülten turta, kialudt pipáját egy száraz ágacskával. Szemkösz velünk a fáradt napkorong, már majdnem érintett a mexikai vizeket, s meleg aranyvörös izzása végig ömlött a parton. Mögöttünk megnyúlt az árnyék mocsárszagú szellő jött valahonnan a pálmák sűrűje felől, és megfodrozta a messziségben nyúló aranyszínű vizet. Ahogy a fodrokat néztem, úgy tűnt, mint mi ketten, és velünk együtt, a keskeny kis félsziget. Lassan hátrafelé siklottunk volna, a tengeren. A festő egy ingerült mozdulattal bedobta a kezében lévő ágacskát a vízbe, aztán sóhajtott, és egy ideig némán figyelte, ahogy az érkező dagály lassan alá gyűrte, s elnyelte sárga habja alá. Nem törődöm, mit mondanak a nyáj emberek bégető, kolomposai, törkik keserűen. Azzal sem törődöm, hogy mik voltak a hibák, s mennyi volt belőlük. Amíg emberek élnek hibák, és lesznek mindig. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit ki kell írtani. A hibák orvoslására más módszerek is kell legyenek, nem csupán kötél, sortűz kínzókamra és kényszer munkatábor. Mindazokat, akiket szeretni, becsülni és tisztelni tanultam kerenden és kerend környékén. kiirtotta a történelem. Jobban mondva, a történelem hajóján a kormányzásához mit sem értő nyájember. Egyetlen egy sem él már közülük. Mondtam már, hogy mindenkinek vannak hibái, nekik is voltak, de minden hibáik ellenére ezerszer többet értek, mint azok, akik a helyüket elfoglalták. A szomszédainkról beszélek, akik ott éltek körülöttünk a többi birtokon. Mindjárt azon az első nyáron nagyapám sorra elvitt valamennyihez. Úgy illet, hogy bemutasson nekik, és az illem törvénye minden más törvénye erősebb volt magyar úri körökben. A legközelebbi szomszédunk Berlenbach Artur Báró volt. Egy részeges aglegény, akinek dédapja még osztrák ezredes volt, és beházosodott egy magyar úri családba. Kerendtől néhány kilométerre a dombok között élt, egy kis rozoga kastélyocskában, s 600 hold földjét felesben műveltett a parasztokkal, aki nagyapám szerint úgy csalták, hogy akarták, mivel Perlenbach Artúl az égvilágon semmivel sem törődött, csak kívással, vadászattal, és kikapós parasztmenyecskékkel. Az első világháborút mint Huszár kapitány harcolt a végig az orosz fronton, és pártosságért aranyvitéségi érelmet tüntették ki. És mindezeken kívül ő volt nagyapám szerint a környékbeli gentri fiatalság párbaj szakértője. Az alattás befejezte után látogattuk meg. Egy fül lett július végé délután. Az ország útról elhanyagott kocsút vezetett föl az ódon kis kastélyhoz, és az út két oldalán elvadult jázminbokrok, Nyommal benőtt rózsalugasok tanúskodtak arról, hogy a kastélyocska körül valamikor egy szépen kitervelt park is volt. A kastély falait szülő futotta be, és a kocsi zörgésre fél tucat kopó rohant elő valahonnan égtelen ugatással. Az elkés behajtó előtt megártunk. Az ugatásra egy torzomborz vénember jelent meg, és illedelmesek köszöntötte nagyapámat. – Itthon van a báró? – kérdezte nagyapám. A méltóságos báró hátul van a toronyszobában, jelentett az öreg. Testenek csak fölmenni, kinyitotta előttünk a nehéz, vaspántos tölgyfajtócs, bementünk. Hűvös penészszak ütötte meg az orromat. Valami kőpadlós előszoba félébe léptünk, ahol egy nagy kitömött medvén kívül egy puskválvány volt, két ócska láda, egy vesszőkosár, telefélig rohadt nyári barackkal, s egy barátságos nőstény vizsla hat apró kölykével az egyik sarokban, ahol valaki úcska szőnyekből készített nekik fekhelyet. Innen egy üres lépcsőházban nyitottunk, melyben semmi se volt, csupán valami kesernyi és állott szag, meg egy gyönyörű faragott karfájú széles diófa lépcső. Nagyapám elindult fölfelé a lépcsőn, és én követtem. A lépcső tetejének is sötét folyósot találtunk, melyről több ajtó is nyílt, de nagyapám egyenesen a legutolsónak tartott. Az ajtó előtt megállt és kopogott. Háromszor is kopognia kellett, míg egy reket hang megszólalt oda bent. Mi a fenét akarsz? Gyere, hát be, mit zöröksz! Nagyapám lenyomta a kilincset, és az ajtó kinyílt. Tágas, hadszögletes toronyszobában voltunk. A falakon puskák, kardok, pisztolyok, egy ágy, egy kényszekrény, egy széles íróasztal és két karosszék. Az egyikben ott ült egy magas, sikár, kopaszodó ember, két napos szakállal az arcán, rongyos vadászinkben, bajoros bőrnadrágban, melyből esetlen lógtak ki sovány szőrös lábszárai, s lábán lyukas teniszcipőkkel. Kezében díszes kötésű vastag könyve tartott. Szája isé megnyílt, s úgy bámult reánk néhány pillanatig. Aztán egyetlen mozdulat a talpra ugrott, teljes hosszában, kiegyenesedett s katonásan összecsapta messzelen bokáit. Kálmán, bátyám! Alázattal könyörgöm bocsánatodat! mondta esztő formájú ember a legtökéletesebb udvariassággal. Azt hittem ez a barom Mihályik. Hé, Mihályik! Hol van ez a vén tetűfogdosó? Mihályik! Borthoz föl és poharakat hallod? Hallom, hallom, Szetán, nem vagyok süket. Dönnyögte egy hang alul a lépcsőházban, mire a házi gazdán megnyugodott. Parancsoljatok bejönni, mondta. Ha nem csalódom, ez a fiatal ember amerikai unokát Kálmán bátyám. Eltaláltam. Nagyapám bemutatott a ház urának, Sperlembach Arthur Báró udvarias meghajlással nyújtott kezet. Majd leültetett, és amíg Mihályik a torzomboz minden ember felhozta a bort, kitöltött a címeres kristályüveg poharakba, az alatt, ha kísért törött angolsággal is, de elmagyarázta nekem a falon csüngő régi fegyverek eredetét. A könyv, amit éppen olvasott, Sömborn herceg, a híres német-afrika vadász legújabb könyve volt, címlapján a herceg sajátkező ajánlásával hajdani iskolatásának Perlenbach Arthurnak. Talán egy órát töltöttünk abban a toronyszobában, és beszélgettünk vadászatról, irodalomról, politikáról, és az amerikai bölény csordák sorsáról, ami a bárot rendkívül érdekelte. Mikor búcsúzni kezdtünk, levezetett az udvarra, a sötét folyóson, a szennyes lépcsőházon, a kutyapiszkos előszobán keresztül egészen ki a várakozó kocsig, mi csak eszébe se jutott, hogy mentegetődzék, akár a ház állapotáért, akár a maga borotválatlanságáért vagy hiányos öltözetért. A meghívott vendégek lettünk volna, vagy nagyapám, ahogy lefelé hajtottunk a kocsival, akkor Perlenbach Arturnak eszébe se jutott volna ilyen állapotban fogadni minket. De hivatlanul jöttünk, ennél fogva magunk hibája, olyasmit láttunk, ami nem tetszett nekünk. Mindenkek jussa van hozzá, hogy úgy éljen, hogy az neki tetszik. Hát van-e ennél liberális a felfogás az egyéniség szabadságát illetően? Individualisták voltak valamennyien. A palástig grófok például, akik nyolc kilométerre laktak tőlünk a maguk 2000 holdján. Ősi magyar család, melynek tagjai ott véreztek minden szabadságharcban, és mindenüket újra meg újra elkobozták a császárak, de valahogy újra meg újra talpráltak megint. Nagy földszintes udvarházban laktak, amit a múlt században építettek a régi helyén, melyet fölperzseltek a cárkozákjai. Hat gyermekük volt. Három fiú és három leány. A legidősebb 17, a legfiatalabb 8 éves. Amikor a nagyapám elvitt oda bemutatkozó látogatásra, csak a grófné volt otthon egyedül, és őt is a befőttes kamrában leltük meg, ahol a télire eltett cseresznye és megy befőteket rendezte el. Nem sokára a gróf is megérkezett, izzadtam porosan, s tőle tudtuk meg, hogy a gyerekek mind kim vannak a majorban, arra a búzát csépelték éppen. Mivel nagyapám azt akart, hogy megismerkedjen velük, kihajtottunk a kocsin a majorhoz. A gróf is velünk jött. Sohasem láttam még gőzgéppel hajtott cséplőt, ugyancsak megcsodáltam a hatalmas mozdonyoz hasonlít a masinát, melyet egy félmesztelen cigány bükfahasábokkal etetett, míg az olajos ruház gépész minden percben a gőznyomást vizsgálta, s olykor valóságos gőzfelhőket eresztett ki hangos sivítással a gép oldalából. A legidősebb leányt, Margit Contest, ott találtuk a magtár ajtajában. Ő vette át a behordott zsákokat, mérte le a súlyukat és írta be a számokat a gabonás könyvbe. A velem egyidős Pali a cséplő gépnél ügyelt föl, ő cserélte föl a megtelt zsákokat üresekkel és egy-egy búzás zsákot, olykor a vállára lököcs, maga cipelt át a magtárig. A 15 éves Olga ott állt fönn a gép tetején, szélke haját piros fejkendő alá fogva a por ellen, s etett a gépet. Két felől két paraszt leány állott, egyik a kévéket oldozta föl sarlóval a kezében, másik vasvillával tolta a megoldott kévét a gróf kisasszony kezéhez. A szomszédos búza kazarról izmos paraszt legények dobálták át a kévéket a gépen dolgoz a leányoknak, vidám hangos tréfálkozással, s ha nem tudtam volna, hogy az egyik közülük palástig rófnő, azt hittem volna, hogy három vidám, nabbar nyitott parasztlány végzi odafönt a munkát. A másik három bizonyára lovaknál lesz, mondta a házigazdánk, és hogy hátra mentünk az istálok mögé, meg is találtuk őket. Két fiút, egy leányt. Fiatal, vad, csikókon, lovagolva versenyt ugrattak, lovaikkal, a major mögötti vizes árkat és kerítéseket. Szőrén ülték meg a csikókat nyereg nélkül. A fiúk mezit lábasan, ing nélkül, mindössze egy rövid nadrágot viselve, a leányon egy fehér ing is volt a rövid nadrág fölött. Mikor az apjuk odahívta őket, hogy bemutatkozzanak, szinte katonásan ugrottak le a lóról, meghajoltak udvariasan, megmondták a nevüket, és kezet nyújtottak. Soha életemben még olyan piszkos lábakat nem láttam, és olyan piszkos kezeket és maszatos arcokat. Első kérdésük húzzám az volt, Melyik csikót hozzák oda nekem? Amikor megtudták, hogy nem tudok lovagolni, megrökönyödve néztek rám. Azt hittem, hogy Amerikában mindenki lovon jár és pisztolyt visel. Így ezt meg a nyolc éves karcsi, csalódottam. Az csak rövid ideig maradhattunk ott, mivel nagyapám vendégeket várt az esti vonattal. Mikor két hét múlva újra elmentünk, mint meghívott vendégek, egy tenisz délutára, meg sem ismertem őket. A lányok vakító fehér teniszruhát viseltek, Mely legújabb divat szerint készült, a fiúk hosszú fehér tenisznadrágot és fehér trikót. Ahogy Olga kontesz figyeltem, amint finoman természetes előkelőséggel felügyelte a teja felszolgálásánál az egyenruhás inast és a fehér bóbitás szobalányokat a melletti lugasban. Alig tudtam elhinni, hogy ugyanazt a leányt láttam két héttel ezelőtt fent a cséplőgép tetején. A 2000 hold ellenére is a paláscsők nem voltak gazdagok. Legalábbis a mi mértékeink szerint. Megvolt mindenük, amire szükségük lehetett az igaz. és amelyet kellemes és vidám életet éltek. De pénzük! Soha nem volt bőven. A gabona ára alacsony volt, és a nagyszámú cselédség, föntartása majdnem minden bejövő fillért fölemésztett. Úgy voltak vele ők is, mint a többi birtokosok. Egyszer egy évben, augusztusban vagy szeptemberben, amikor a búzájuk a piacra vitték, kaptak érte jókora összeg pénzt. Rendesen azonban ez a búzaterm is már tavaszon eladódott előre, hogy az előlegből fizetni lehessen a tavaszi munkákat akiknek gyermekei voltak, és azokat társadalmi helyzeténél fogva jobb és drágább iskolába kell küldje, annak ugyancsak számlálni kellett a garast, ez volt a palástia gondja is. Csak egyetlen olyan birtokos volt a környékünkön, aki nem ismert pénzhiányt. Bárok lórzoltán akinek 35 ezer holdas birtokát apja az öreg Klór Jonatán vásárolt volt össze az első világháború előtt eladósolt Genti családoktól. Az öreg Jonatán vásárolta volt meg a bárai rangot és a Bécsi udvartól. Ő építette a kastét is, saját áramfejlesztő üzemét, mely villanyvilágítással látta el úgy a kastélyt mint a gazdasági épületeket. Mikor én oda kerültem kerendre, az öreg úr már nem élt. A kastélyt is csak messziről látta, mert nagyapám nem vitt el oda. Klór Zoltán, közönséges párvenű, mondta nagyapám, aki mindenben részt vesz, csak hogy valamiképpen bekerüljön a társaságba. Ez azonban sem sikerült neki ilyen módon. Pökhendiség, önteltség, nem olyan tulajdonságok, meg megnyitnák az ajtókat. A társaság alatt nagyapám a magyarországi felső tíz ezret értette. És ez a Klór Zoltán báró valóban mindent megpróbált, hogy magyar arisztokratának elismerjék. Címeres bugati kocsijával részt vett minden autóversenyen, lovai futottak a versenyeken, még Afrikába is elment oroszlánt vadászni, és szórta a pénzt mindenütt. Az arisztokrácia nevetett rajta, és a középosztály gyűlölte. Arisztokratának lenni, szokta hajapám mondani, nem kiváltság ma már, hanem hátrány. Nem áldás, hanem átok, valami, amit méltósággal kell viseljen az ember, mivel azt jelenti, hogy olyan terheket és felelősségeket kell hordozzon a vállán, ami más emberre nem kötelező. Hogy családjának gyökere van a múltban, és a nemzet történelmében, és ennél fogva a nemzet minden baját és gondját szívén kell viselnie. Nagy feladat. És erős embert kíván. De aki gőgösen dicsekszik vele, az vagy bolond, vagy cirkuszi bohóc, de semmi esetre sem született a arisztokrata. A régi magyar konzervatív körök soha nem fogadták be maguk közé Klór Zoltánt. Minden pénze, kastélya, bárósága ellenére sem. Valószínűleg ebbeli keserűsége terelt a politika felé. Sok pénzébe került, de végül is megválasztotta magát képviselőnek. Dacból belépett a szociáldemokrata pártba, és a vagyonánál fogva ott hamarosan vezetőszerepletet tett szert. Két évvel megérkezésem után egy csoport fiatal magyar író foglalkozni kezdett a mezőgazdasági munkások problémáival, és valaki közülük földerítette, hogy a mintagazdaságnak nevezett híres klórbirtokon a cselédek lakóházai rosszabbak, primitívebbek és egészségtelenebbek, még a birtok disznólainál is. A lapok megszellőztették ezt, és míg az egyik oldalon az arisztokrácia nem ismerte klórbárót, ugyanakkor a közvélemény szemében megtestesítőjével vált a tipikus népet kizsákmányoló arisztokratáknak. Én magam csak egyszer láttam Klór egy kerendi országos lóvásáron. Négyes hinton hajtott körbe a vásártéren, két libériás kocsissal a bakon, és a kocsi két oldalán fél méteres nagyságú címer ékeskedett. Végül a negyedik és legkedvesebb szomszédunk ott élt kerentől délnyugatra, ahol a dombok elkezdtek az alföldbe belesímulni. Pető András, vagy ahogy mindenki nevezte András bácsi, egy öreg földszintes udvarházban élt feleségével és négy gyermekével. Egyszerűen is vidáman értek. 1200 hold birtokuk volt, amit András bácsi maga kezelt, akárcsak nagyapám az övét, egy, ami faragónkhoz hasonló öregebb rendű béres gazda segítségével. Ő volt a legboldogabb és a legmegelégedettebb ember, akit valaha ismertem. Vadászruhában járt mindig, nyáron otthon készült lenvászolban, télen házi gyapjúban, a pippa mindig ott volt a szájában, és a szeme mindig mosolygott. Középtermetük is éhízása hajlamos, kerek barna arcú, fekete bajszó ember volt, aki szeretett boros pohárral a kezében anekdótákat mesélni. Gyermekei 13 és 20 között sorakoztak föl két fiú, két leány. Gyakran jöttek át hozzánk teniszezni, és még mi a labdát ütögettük, azzal Andrés bácsi nagyapámmal politizált a boros kancsó mellett. Terézia néni pedig lement a konyhába, hogy kipréselje néhány főzési titkot Rebi néniből. Miután Rebi néni meghalt, Terézia néni szerzett nagyapám számára új szakácsnőt is. Andrés bácsi egyik nővére, egy bátori grófhoz ment feleségül Erdélybe, még az első világháború előtt. A bátoriak akkor még 2000 holdon gazdálkodtak a szamos mentén, de miután a győztes hatalmak Erdét Romániának adták, a románok is sajátították a magyar birtokosok földjét, és csak 200 holdat hagytak meg családonként. Ennyivel maradtak a bátoriak is, és egy sok száz éves öreg kastélyjal. Kisbirtokosok módjára éltek, de makacsul megőrizték továbbra is a tradíciókat és társadalmi szokásaikat, minden idegen elnyomással szemben. Csodálkozik, hogy miért beszélek róluk, amikor még csak nem is éltek egy országban velem. Azért teszem ezt, mert Ági ezeknek a bátoriaknak volt a leánya. De mielőtt rátérnék Ágira, még valamit hozzá kell tennem a háttérhez, hogy teljes legyen a kép a vadászatokat. Nyáron is ellen látogattunk egymáshoz, hol mi mentünk, hol ők jöttek, petőjék, palástjék, sőt, még az öreg Perlenbach Artur is. De nyára munkaideje volt, nem sok idő jutott a látogatása, hanem ősz végén, meg télen, amikor kezdetét vett a vadászat ideje, a kölcsönös meghívások valóságos láncolata épült ki közöttünk. Majdnem minden hét végén volt egy vadászat valahol, Hadd beszél kisi azokról a vadászatokról, mint hogy kedves halottakról illik beszélni. Hát higgy nekem, mindegy, hogy mi történik ezzel a világgal a jövendőben. Ezek a vadászatok nem térnek vissza többé. Ez a meghit vidám hangulat, a könnyed úri szorakozásnak, ez a szép és izgalmas formája végképp eltűnt erről a világról, és nem lesz, aki visszahozza, mert megszakadt annak a meleg, Otthonos tradíciónak a vonala, mely bizonyos erdősarkok, bizonyos korhat tölgyfák, bizonyos pagolyrészek titkát apáról fiúra továbbadhatta volna. És azt hiszem, megszakadt az a bizalmas meleg kapcsolat is, amely a népet és a nép vezetőit ezeknek a vadászatoknak végtelen során keresztül tréfás emlékek útján összekapcsolta volt. A vadászatok napján a vendégek már korán reggel megjöttek. Gépkocsia senkinek sem volt, csupán klór báronak egyedül, de őt nem hívta meg senki ezekre a vadászatokra. A vendégek lovaskocsin jöttek. Székely gulyás, vagy egyéb meleg reggeli várt őket a házban, s egy korty lélekmelegítő szilvorium. Reggeli után, rendesen a nap még csak kelőben volt akkor, mindenki felkapaszlott az igás szegerekre, vagy szánokra, azt szerint, hogy volt-e már hó, vagy nem, és elindultunk fel a dombokra. Az igáslovak lassan, kényelmesen mozogtak velünk, és a szekerekken folyt a vidám élcelődést réfa, egész úton ki az erdőig. Az erdő szélén már ott várakozott a vadőr, harminc-negyven fiatal suhanccal, akiket a közeli falvakból fogadtak volt föl napszámra. A nagyobbak dupla bért kaptak, ezek voltak a hajtóvezetők, akik már ismerték a dürgést. A szekerek megálltak, mindenki leszállt, Házi úr és a vadőr váltottak néhány szót, az a vadőr a hajtókkal elindult egy irányba, és mi a másikba, hogy elfoglaljuk az állásokat. Ezek az állások rendszerint egy erdei út mentén sorakoztak föl. Haladtunk az úton, a házigazda mögött, senki sejtett egy szót, és a házigazda minden száz lépés után megállt, hátrafordult, és folytott hangon odaszólt valamelyik vendéghez. Ennél a bokornál kérlek, vagy annál a fánál parancsolj! Mikor már mindenkit felállított, a házigazda elfoglalt az utolsó helyet, és megfújta a kürtöt. A hajtása kerülő erdőrész túlsó végéből felhangzott a vadőrkürtje, és a hajtás megkezdődött. Az ember ott állt a fa mögött, vagy bokor mögött, ahová állították, és eleinte nem hallott sem egyebet, csupán valahonnan nagyon távolul a hajtók neszét, ahogy botjaikkal verték a bozótot, fütyültek, és olykor-olykor átkurjongattak egymáshoz. Titokzatos, mély csönd volt mindenütt, mely azonban tele volt feszült várakozással, halk zörgésekkel, sejtelmes neszekkel a fák között. Aztán valahol eldördült az első lövés, úgy ért az ember idegrendszerét, mint a villanyütés. Az újak szorosabban zárultak a puskacsövén, a szemek élesebben figyeltek, Azután egy másik lövés, majd egy harmadik, és akkor már hallhatta az ember tisztán a gyerekek izgatott kiabálását. Vigyázott lent, ne enged vissza! néha nyúl, néha nyúl! Ne enged hé! Hú, 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 A hangjukból kiáradó izgalom megdobogtatja várakozók szívét. Az ember tudja, hogy minden pillanatban jöhet valami rohanva a bozóton át, vagy röpülve a vág között, róka nyúl, fácán fogoly, és ki tudja, talán még vaddisznó is. Aztán az ajnövézet között megjelent az első bugdácsoló nyúl, elmosódó alakja, majd valamivel odébb egy másik, egy harmadik. Ez észrevesz valamit, és a szomszéd vadász felé indult. De a másik jön tovább. Az ember lőtt, töltött, újra lőtt, fácának kezdtek szárnyal kelni, idegpesítő zajjal. Szóltak a puskák itt is, ott is. Az ember repülő fácán kakas kísér a puskacsővel, meghúzza a ravaszt, a kakas bugik ugyanakkor egy nyúl ott szalad el a lába mellett, töltött lőtt, töltött lőtt. De akkor már oda érkeztek a hajtók is. Törtek bokkó keresztül, kiabálva, káromkodva, tréfálkozva. Segítségükkel összegyűjtött az ember a lőtt vadat. Vadászok, hajtók mind összegyűltek az úton egy csomóba, és elkezdődött a hangos lármás beszéd. Ki mit lőtt, mit hibázott és miért, elkezdődött a tréfálkozás, bosszantás, melybe a hajtó gyerekek is beleszóltak, és ők is oda vetettek egy, egy tréfás szót ahhoz, aki szemük látára hibázott el egy nyulat vagy egy fácánkakast. Nem volt komoly éle a bosszantásnak, csak olyan vidám ércelődés volt, mint ahogy a családtagok szoktak egymás között. Még megjöttek a szekerek, fölszedték a lőtt vadat és a vadászokat. Aztán a hajtók újra megindultak a vadőr vezetése alatt az egyik irányba, a vadászok a másikba. Délidőben megpihentünk egy-egy tisztáson, gyors falatozásra, folyt a tréfa, kacagás, vég nélkül, fogadásokat kötöttünk, hogy ki lövi el a földobott húszfillérest. A hajtó gyerekek ott ültek félkörben, ették a roskenyeret és füstölt szalonnát, amit a vadőr szétosztott közöttük, és mulattak az urak tréfáin. Este házban terített asztal várt, és kandalló tűz. A hosszú ebédőasztalon tompa fényjel csillogott az ezüst, a gyertyák fényében, és az üveg korsokban a bor. Életem legszebb nappei voltak, azok a vadászatok. Nem az elejtett vad miatt, az szinte mellékes volt, az egész együtt. Hangulat az erdőn, amikor az ember várt a vadat, az élcelődés, a vidámság, mint egy nagy vidám család összejött volna valamit ünnepelni. Ma csak a kommunista párt vezetői és orosz vendégeik vadásznak azokban az erdőkben. De az ők vadászataik nem ugyanazok, mint a mieink voltak. Hiányzik a lélek, az önfelett vidámság. Én tudom, mert én láttam vadászni ezeket az új urakat. Gépkocsikkal jönnek az erdőbe, hol már idegesen várnak rájuk a megszeppent falusi vezetők és a szótlan parasztok akiket a rendőrség parancsolt ki hajtani fizettség nélkül. A rendőrök megparancsolták nekik azt is, hogy mutassák ki abbeli örömöket és hálájukat, hogy megszabadították őket hajdani uraiktól, mert a nem baj lesz. Így hát ők próbálták szegények megjátszani a kiszabott szerepet, és elhitetni saját magukkal, hogy a társadalmi különbség azok között, akik a puskákat hordják, és azok között, akik a bokorokat verdesik, nem létezik többé. A gépkocsikon érkezettek és megpróbálják eljátszani ugyanaz a szerepet. De valahányszor elhibáznak egy fácán, és valamelyik hajtott réfálkoz odakiált nekik valamit, szemük nyomban megkeményedik, s arcuk haragos lesz. Az új nem szeretik a tréfát, nem engedhetik meg maguknak, árt a hivatalos tekintélyüknek. Én emlékszem egy napon, még a régi világban, az egyik Eszterházi herceg, aki minden ősszel nagyapám vendége volt a fácán vadászatokon, hat fácán hibázott egymás után, és valahányszor elibázott egyet, a hátam mögött lévő hajtó, akinek a fácának összegyűjtése volt a dolga, oda kiáltott a bokrokat verő cimboráinak: Hé, Jani, küldj egy hosszabbat ide! Ez igen rövid volt a nagyméltóság úrnak vagy te pista, Küld egy ágat a következő farkára, hogy lassabban repüljön. Ez igen sebes volt a nagy méltóság úrnak. Mindenki jót mulatott ezen az ércelődésen, maga a herceg is. És az ércelődés nem ártott sem a tekintélyének, sem a méltóságának. De 1952-ben, amikor engem is kirendeltek hajtani az új urak számára, egy magas pár tisztviselő Budapestről megharagudott, és ott hagyta vadászatot. Mert elhibázott két fácánt, és a parasztok tréfálkoztak vele. Három nappal később egy orosz katonai osztag érkezett, és végig dúlta a környező parasztok házait, elrejtett gabonát keresve. Több mint húsz ember tartóztattak le, s vittek el magukkal. Mindenki tisztában volt azzal, hogy ez volt a párt tisztviselő bosszúja, amiért tréfálni mertek vele. Nem merje nekem senki azt mondani, hogy a magyar paraszt életem a jobb és boldogabb, mint azelőtt volt. Én láttam. Láttam, Sztálin és Roosevelt féle felszabadítás előtt és után. És a régi Magyarországon több jó kedvű embert láttam, mint az új Magyarországon. Minden más amerikai talán meggyőzhetnek a szocializmus itteni barátai arról, hogy ma boldogabb a magyar paraszt, mint azelőtt, mert ma nincsenek urai, de engem ne próbálja meggyőzni, mert a szemükbe köpök. Az új urak, akik a szemétből másztak elő valahonnan, olyan diktatórikus kiváltságokat élveznek, amelyen a régi uraknak soha nem volt. Ezen kívül úgy a felelősség tudat, mint az emberi méltóság tisztelete, ismeretlen számukra. Mit törődnek a kommunisták azzal, hogy mi lesz az országgal holnap, vagy a jövő évben, vagy tíz év múlva? Ők csak saját magukkal törődnek, mert tisztában vannak azzal, hogy uraskodásuk bármely pillanatban véget érhet. Egyetlen gondjuk az hogy miképpen használják ki a jelen perceit a legjobban és a leggazdaságosabban a maguk egyéni céljaira. El nem politizálni akarok. Hamis jelszavak alatt eltörölték a föld színéről egy társadalmi osztályt, megváltoztatták egy ország életét, rendjét, erkölcsi értékeit kiirtották, és mindez miért? A jelszavak szerint azért, hogy megszüntessék a diktatúrát és az elnyomást, és felszabadítsák a dolgozó népet. Ez hazugság mind. Az egyetlen ok az irítség és gyűrölet volt. Ugyanaz az irítség és gyűrölet, meg Lór Zoltánból, Bárók Lór 35 ezer holdas nagybirtokosból népbírósági ügyész csinált, hogy ezáltal halálba és kínzó táborokba küldhesse azokat, akik nem akarták kinyitni előtt a kapuikat. Keserű sóhajjal elhallgatott mint a messzi vízen egy hajó haladt a lenyugvó nappal szemközt. Fehér volt, és a távolból kicsinek és törékenynek látszott. A nap a víz tetején ült már, nagy volt és vörös, és a hajó egyenesen feléje úszott. Valami különös vöröses sugárzás volt mindenütt a vízen, a partvonalán is, meg a pálmák tetején. Vörösnek tűnt mögöttünk a híd is, ahol az öreg néger még mindig mozdatlanul ült horgászobotjával. Nagyon különös este volt. A hullámok halkan csobogtak lábunkat a part homokján. Olykor, olykor egy ezüstszínű hal magasra szökelt a vörösen izzó vízből, és a vízcseppek csillogó gyöngyét szórt a fáradt napsütésbe. Fölöttünk halkan susogtak a pálmalevelek, ahogy megborzolgatta őket a mocsár szagú szellő. Messze a ciprusok mögött, ahol a nagy mocsár terült el, éjszakára készülő gémek rikácsoltak, s a fák teteje fölött egy csoport vadpújka húzott át nehézkes röpüléssel, majd csattogó szárnyak az zuhantak alá a szálasba, nyugvó helyet keresni. És mindezektől, iszonyúan távol, ott ült mellette a féli pálma pálmatörzsön, ez a különös idegen ember, messzire elnézve az estébe, és halk, vontatott szavakkal beszélve egy múltról, mely még sokkal távolabbnak és valószínűbbnek tűnt, mint az a kis fehér hajó a messzi horizont szélén, mely lassan úszott bejebb és bejebb a haldokló napba. Találkozott-e már valakivel az életben úgy, hogy amikor először meglátta, úgy érezte, mintha már évek óta ismerte volna talán a világ kezdete óta. valami ilyesmit éreztem én, amikor Ágit először láttam. 1938. július 18-án pontosan emlékszem a napra. Éppen arató ünnep volt nálunk. A buzakoszorú már ott csüngött a verandán, és az aratók a konyha megetti asztaloknál ettek és ittak, amikor két sötétpej kanca jött sebes trabban, fel a kocsi úton magasra tartott fejjel, s mögöttük egy kis fekete-piros homokfutó. Nyomban megismertem az Andris Bálovait. A lovász gyerek a hátsó ülésen ült, mint rendesen, és Andris Bá maga hajtotta a lovakat föl a házunk elé. Mellette ült Ági. A legcsodálatosabb teremtmény, aki valaha is járt ezen a földön. Piros és kék virágokkal díszített fehér nyári ruha volt rajta, egy széles karimájú szalmak Ez itt az unoka húga mági. Menj, dörögte Andris bá. A maga vastag hangján, amikor a lépcső alatt leugrott a kocsiról, és oda lökte a gyeplőt a lovász gyereknek, a nővérem leánya Erdéből, s nálunk tölti a nyarat. Lesegítette a leányt, majd bemutatott engem. Kezet fogtunk. Keskeny, erős barna kezei voltak, és egy mosolya, majd majdnem elszédített. Aj, a fekete volt és fényes, majdnem kékesen fényes, mint valami ritka madár tolla. Személy nagyok voltak és sötétkékek. Sohasem Soha láttam olyan szemeket. Nagyapám már indult vendégével fölfele lépcsőn, amikor hátul a konyha mögött játszani kezdtek a cigányok. Andrisbá megállt és fölkapta fejét. – Mi a? Arata ünnep van nálatok? – kérdezte. Ági itt még sohasem látott igazi arató ünnepöt. Erdélyben már itt az ilyesmi, gyerünk hát hadd nézzük meg. Valamennyien hátra mentünk a konyha épület mögé. Mikor a cigányok megláttak, még lelkesebben kezdték húzni a csárdást, és a nagy fák alatti térsége vadul forogtak színes ruháikban a táncoló párok. Új, egyik karjával elkapva ági derekát, vele a közepére, a cigányok elé. És úgy kezdte járna csárdás, annyi vad tűzzel, méltósága szép ősi büszkeséggel, hogy én csak álltam ott eltátott szájjal, földbe gyökerezve, és bámultam őket. Még soha nem láttam senkit így táncolni. Ági virágos fehér ruhában röpült, mint a forgószél. Nevető arca kipidult, fehér fogai csillogtak, mint az igaz gyöngysor, és gyönyörű kék szemei sugároztak akárcsak két csodálatos csillag. Széles szalma kalapja lepördült fejéről, és kibomott hosszú fekete haja úszott a levegőben, barna vállai fölött a tánc vadforgatagában. Nagyapám kétszer is oldalba kett bökjön, miatt föleszméltem, és beugrottam a táncolók közé, hogy megmentsem a szép kalapot a táncolók lábai alól. Mikor András bá a kalappal, megtorpant, s egyetlen lendületével hozzám penderítette a leányt. – Kapd el, Tamás! – kurjantotta oda, a muzsikaszon keresztül. – Én már öreg vagyok az ilyesmire, de én nem tudok táncolni. Hebegtem ügyetlen, és valószínűleg fülig vörös voltam, mert éreztem a leány meleg testét hozzám símulni. – Nem kell ezt tudni, fiú, csak táncolni kell! – nevetett Andris bá. kockás zsebkendőjével törölve arccal a verítéket. – Fogd meg, ági, mutasd meg, hogyan kell! – és mihát rá ezt volna, hogy mi történik velem, a leány megmarkolta két kézzel a vállamat, behúzott a táncoló közé. Először iszonyú zavarban voltam, esetlen fogtam át a leány derekát, hogy a többiektől láttam, de aztán hirtelen valami történt velem, izmai, mint a hirtelen átvették volna a vad zeneritmusát, ma sem tudom, mi okozta a zene, vagy a körülöttem forogó párok felszabadult vadságának varázslata. Különös, gyönyörű érzés volt, mint a testünk rejtett ritmusai hirtele egymásra találtak volna, és a zene vérpesítő parancsára fölszabadultak volna minden kötötségtől. Szót sem ejtettünk, csak egymás szemébe néztünk, és forogtunk, táncoltunk, dobogtunk a lábunkkal, mint a többiek, és egyre szorosabban kapaszkodtunk egymásba. Ági olykor fölnevetett furcsán, mély, búgó hangon, Hátravetve a fejét, és karcsú teste valósága beleolvadt a karjaimba. forrogtunk, táncoltunk, testünk minden porcikájával, a zenétől és egymástól részegen. Nem tudom, mennyi ideig táncolhattunk. Egy óra hosszat? Öt percet csupán. Az én számomra örökké valóságnak tűnt. Aztán hirtelen a zene elhallgatott. Mindenki megtorpant körülöttünk, lihegve, kacagva, még mindig egymásba kapaszkodva, úgy éreztem magam, mint a részeg lettem volna. Az egész világ forgott körülöttem, aztán hirtelen egy erős kéz maroklását éreztem a karomon, és hallottam Ági hangját, hogy a fülembe súgja. Támaszkodj a reám! Nagyszerűen táncol, de most szédül, látom az arcán. Mindenkivel megtörténik ez az első csárdás után. Csak támaszkodjon Reám, és ne féljen semmitől. Csak támaszkodjon Reám, és ne féljen semmitől. Hányszor tértek vissza emlékezetembe ezek a szavak, évek múlva, amikor az egész világ darabokra törni látszott körülöttem. Bár soha sem mondta ki őket többet, de ott voltak az egész lényében, mindenben, amit tett vagy mondott. Ő volt a legerősebb emberi lény, akit valaha is ismertem. De az ő ereje nem izomerő volt, vagy egyszerűen az akarat ereje a lélek ereje volt. Kivezetett a tömegből, hátra a fák közé, ahol egy pad volt. Nagyapám és Andrés bá már nem voltak sehol. Csupán a hegylakók vidám tömege hullámzott a térségen, de azok se figyeltek reánk. Ültünk a padon, némán szótlanul. Keze még mindig a karomon, de nem keményen többi, hanem gyöngéden, mint egy kis madár, vagy egy pillangó. Aztán ránéztem egyenesen a szemébe. És valami úgy szíven ütött, hogy még ma is érzem. Tudtam, hogy ő az, az egyetlen, aki számomra ezen a világon létezik. Hatalmas és szép érzés volt, és ugyanakkor éppen annyira természetes és valóságos, mint például a sötétség és a fényérzete, vagy a hideg és a melegé. A leányakiről álmodtam, Akit elképzeléseimben magam alkottam magamnak, ott ült mellettem, és kezét a karomon tartotta. Ránéztem, s ám nézett. Mosolygott, én is mosolyogtam. Szót se szóltunk, és mégis éreztem, hogy megértettük egymást. Később, amikor nagyapám hívását meghallottuk, és fölkeltünk a padról, szorosan fogtuk egymás kezét, és úgy indultunk meg a ház felé. Attól naptól kezdve majdnem minden délután átlovagoltam a petőbirtokra. A dombokon át mindössze fél óra volt lóháton. Ve, tettem lovamat az istálóba, ő már rendesen várt rám a tornácon, lesétáltunk a kert végéig a kis alastóhoz, egy elhagyott vízimalon félig korhat zsilipjére leültünk. Alattunk egy tiszta kis vízes és bukfencezet alá a patakba. Madarak csicseregtek, fütyültek, Röbdöstek körülöttünk, a szomorú fűzeken, a partmentsi jegenyéken mindenütt. A kis tavon vadkacsák uszkáltak, szürke gémek áldogáltak a partján, s néha egy-egy sárga rigó valahonnan vidámon belefigyült a nyári délutánba. És mi csak ültünk ott, egymás kezét fogva, szótlanul. Tudom, hogy mindez furcsa, szinte nevetségesen hangzik egy felnőtt ember szájából, Visszaemlékezni egy korhat öreg vízimalomra? Nem tehetek róla. Életem legszebb emléke ez. Olyan, mint van varázslatos álom. Mint egy tündérmese, amit hideg hóviharos estén olvas az ember a kandalló mellett. Soha nem fogom elfeledni azokat az estéket. És amikor meghalok, tudom, hogy magammal viszem majd egy másik világba. A csöndes naplementéket a tó fölött, ahogy egy láthatatlan kéz, lassan barna, zöld és szürke bársonyal terítette le körülöttünk a világot. A fülemlék dalált a bokrokban, a rigók fütyét a fák tetején, a szemközti hegyoldal lóherésen olykor egy őz jelent meg, szerint barna folt az est puha zöldjében. És minket kettőnket, ahogy ott ültünk, egymás kezét fogva, nagyon csöndesen, s figyelve szomjas szívvel, a világ ezer békés kis neszét. Az ilyesmit soha nem felejt el az ember. Mindegy, hogy mi történik azután. Ott csókoltam meg először Ágit, a vízi malom mellett. A augusztus vége felé volt már, valami megmagyarázhatatlan szomorúság volt a levegőben, mintha a nyár búcsúzott volna a fáktól, s mindentől, ami körülöttünk volt. Ági utolsó délutánja volt Petővéknél. Másnap reggel már indulnia kellett a vonattal Erdébe. Megcsókoltam, és utána egyikünk sem szólt egy szót sem. Csak álltunk az estében. Szép sejmes feje a vállamon pihent, és én tartottam karcsú testét a karjaimban, és olyan volt, mint az egész világ megállott volna körülöttünk, és én behúnytam a szememet, és kívántam, hogy örökre úgy állhassunk ketten a világ közepén, Gyermekes kívánság volt, és hiába való. A világ nem áll meg a szerelmesek kedvéért sem. Lassan bezárult körülöttünk a sötétség. Aztán a ház irányából meghallottuk a gong szavát? Egy vacsorára szólított, és tudtuk, hogy valami véget ért. Valami. Kimondhatatlanul szép. Némán indultunk meg az alvó fák alatt a ház felé. Mikor az utolsó fa mellett is elhaladtunk, és már csak egy lépés választott el attól, hogy átlépjünk az árnyékból, az ablakokból kisugárzó lámpafénybe, Ági hirtelen megállt, és szájon csókolt. Aztán szó nélkül, szinte futva megindult a bejárat felé. Tudom, hogy ebben nincsen semmi különös, semmi szokatlan, semmi új. Ezer meg ezer fiatalal esik meg ez naponta mindent a világon természetes kezdete volt valaminek, amiből egy boldog és beteljesedett élet kellett volna kinőjön és megszépítse, melegét egy a világnak egy foltját valahol. Én 18 éves voltam, a Mági 17. Néhány könnyű, szép, szerelmes év, fájdalmas búcsúzások, lélekemelő találkozások, apró szívfájdalmak, és roppant örömök, és mindezek végén boldog házasság. Ez lett volna a dolgok rendes sora. Ahogy az millió és millió emberrel megtörtént, már jóval előttünk, akik mind ugyanúgy leltek egymásra, mint mi. A mi életünkben azonban belelépett valami sötét, láthatatlan óriás, és széttaposta a romantikát. Lépett már hangya bolyba. A maga számára nem jelent sokat. Csupán egy elhibázott lépés. Mindössze valami puha a lába alatt, Anta a következő másodpercben már el is felejt, hogy halad tovább a maga útján. De a hangyák, azok nem tudják elfeledni. Az ő számukra egy világ dőlt össze. Néhányan elpusztultak, sokan életükre nyomorékok lettek, és minden, amit fölépítettek, maguknak oda lett. Néha úgy érzem, mint a manapság egy nagylábú esetlen óriás járkálna ami emberi világaink fölött, s ahová lép, egy világ összedül emberek pusztulnak el, otthonok omlanak össze. Szépség, boldogság, és mindaz, amiért élni érdemes, megszűnik. Azon a régi nyáron, Ágésén elkezdtünk valamit, ami a természet rendje, és törvénye szerint életünk boldog beteljesüléséhez kellett volna vezessen. Mégsem úgy végződött, ahogy a jó tündérek megírták a mesét ott a vízimalom mellett. Miért? Átoksor miatt. Onnan indult ki az a csúnya láthatatlan óriás, mely úgy rúgta föl a mi szép kis világunkat, mintha csak egy útszélű hangya boly lett volna semmi más. Mellettem a pálma tönkön elhallgatott a különös ember. Vállai megroskadtak, mintha valami láthatatlan súly nehezedett volna reájuk. Kint a tengeren a nap már alá merült a végtelen vizekbe, és a fehér hajó sem látszott sehol. Üres volt az égaj, semmivel se több, mint egy bizonytalan vonal, mely kékes párák között elválasztott egymásról vizet és eget. A part mentén kezet nyújtottak egymásnak az árnyak. Szellő jött a vizen fáradtan, mint a szárnyaszeget madár, és sötét titkokról susogott a pálmafáknak. Az öreg néger még mindig ott ült a hídon, de már csak alig lehetett látni, mint a lassan beleolvat volna az éjszakába. Hátunk meget éreztem a sötétség szagát, ahogy lassan fölemelkedt a mocsarakról, mint egy óriás fekete madár, készen, hogy ráborítsa szárnyát a világra. Aztán az ember mellettem hirtelen megszólalt újra, de hangjában nem volt puhasság többé. Keményen hangzott, Akár kalapács alatt az acél. Kettő. Nem állhatom azokat, akik készek elfogadni minden jót, amit egy ember, egy ország vagy egy társadalmi rendszer fölkínál nekik, s ugyanakkor, mint a veszett kutyák, belemarnak a kézbe, mely eteti őket. Mélyen megvetem az ilyen embereket. Akár itt Amerikában legyenek, akár máshol. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy elfogadjon bármit is az olyan rendszertől, melynek megmutatására törekszik. Fölmehet erről a hegyekbe, és remetévé válhat, hogy ezzel fejezze ki megvetését a társadalommal szemben. Ahhoz is joga van, hogy küzdjön a rendszer ellen minden eszközzel, ha nem tetszik neki, de ahhoz nincsen joga, hogy élvezze az előnyeit, és ugyanakkor ellene acsarkodjon. Ez volt az oka annak, hogy soha sem tudta megbarátkozni nagy Fejét nagyapám fogadta föl, hogy megtanítson a magyar nyelvre, irodalomra, történelmes és amire szükségem volt, hogy a kerendi gimnáziumban megállhassam a helyemet. Református lelkipászorunk fia volt ez a nagyferi, 21 éves, aki ott hagyta az egyetemet és hazajött, mert, amint mondta, nem kristályosodott még ki benne a jövendő. Apja azt szerette volna, ha papnak megy, vagy tanítónak, de Feri nem látott jövendőt ezekben a foglalkozásokban, így hát csak lógott otthon az apja nyakán. Nagyapám jól megfizette őt a munkájáért, és ajándékokkal is elhalmozta. Nem is álmodta, hogy éppen a nagyferi lesz az, aki egy szép napon kiüldözi a saját otthonából. Nem kedveltem ez a sápad képű fiatalembert első percről fogva. Valahogy egy kígyőre emlékeztetett. Mosoly a kicsi túlságosan szolgáltkész volt, és meghajlás a túlságosan mély, sem úgy őszinte lehetett volna. Ő említette először az átok soriakat. Ott létem első telén, mikor már kise jobban beszéltem magyarul. Szobában ültünk a kandalló előtt, és algebrai feladatokon dolgoztunk. Hatalmas nagy kandalló volt a szobámban, három láb hosszú, bükk égettünk benne. Várat a nagy a kandalló mellett fölhalmozott hasábokra mutatott. Vannak emberek, akik sohasem láttak még ilyen tűzifát. Egyebük sincs, csak néhány zöld ág és korhat deszka, amit innen-onnan összelophoghatnak. Egyetlen ilyen hasáb, mely tíz perc alatt elég itt a kastélyba, melegen tartaná őket egy egész napig. Tudni akartam, hogy kik azok az emberek, mivel mindenki, aki a birtokon dolgozott, ugyanilyen bükfa hasábokat kapott fizetésben, amit még a nyári munkaszünetben behortak mindenkinek a háza megetti fészerbe. Ekkor beszélt fel először átok sorról, s a társadalom kitaszítottjairól, akik számára nem volt hely sehol a feudalista Magyarországon. Azóta megtanultam, hogy bárhova mennyi is az ember, mindenütt talál embereket, akik olyan életformában élnek, amit jogosan lehet szegénységnek nevezni. Az ember elhalad mellettük, látja a nyomorult viskókat, a rongyos ruházatú, éhes tekintetű gyermekeket, és arra gondol, hogy micsoda szégyen. Aztán megpróbál vádolni valakit azért, amit látott, hogy találjon ezáltal valami magyarázatot arra, amit egyébként nem tud megérteni. Az ember vádolja a társadalmi rendszert, amely elnyomja őket, vagy vádolja a kormányt, amiért nem tesz valamit ellene, vagy egyszerűen csak vádolja a gazdagot, amiért szívtelen is önző. De az ember rendszerűen nem megy be azokba a viskokba. Hogy saját maga jöjjön rá, miért is élnek azok az emberek úgy, Ahogyan élnek. 16 éves fejjel magam is megeregettem volna azzal, hogy ugyanezt tegyem. Készen voltam arra is, hogy vádoljam a társadalmi rendszert valamiért, aminek létezéséről csak hallottam. De nagyapám nem engedte. Mikor ugyanazon az estén vacsora után elmondtam neki, hogy miket beszélt nagyferi, az öreg úr egyenesen a szememben nézett. Azt javaslom, Tamás, mondta valami fanyar mosoly a szája körül hogy eléd le holnap, s látogasd meg azokat az embereket saját magad. Segítségedre lesz majd később, hogy jobban megérthess bizonyos problémákat, melyekkel számolnunk kell. Szólok majd felének, hogy vigyen le az átok sorra, és mutasson meg mindent, amit látni lehet ott. Aztán, ha majd láttál mindent, akkor beszélhetünk róla. Nyurva házi oktatóm nem örvendett nagyon, amikor nagyapám megparancsolta neki másnapot figyel le az átok sorra. Megpróbált kibújni alóla, és arra hivatkozott, hogy átoksor nem megfelelő hely az én koromban, és mint amerikai úgysem értené meg a problémák lényegét. Ha ez a véleménye, felt a nagyapám hidegen, akkor nem lett volna szabad beszéljen róla, mert ha már megtette, akkor erkölcsi kötelesség, hogy meg is mutassa neki a helyet. Azt hiszem, nagyon tanulságos látogatás lesz. Üzeni akartam le az istálóba, hogy kicsi János fogjon be egy lovat a szánba, mert szép ropogó hó volt odakint, és én szerettem a szánkázást. De Feri kijelentette, ez nem lenne jó, mert akik ott élnek, azoknak soha nem volt lovuk és szánkájuk, és ennél fogva gyanakvással fogadnának mindenkit, aki ilyen módon látogat el hozzájuk. Nem értette meg Feri logikáját, mivel fiatal voltam, mégis keveset tudtam az emberekről. Vitatkoztam egy darabig, de aztán végül is gyalog indultunk alá, Végigmentünk a városon, megkerültük a nagy üres vásárteret, átmentünk a vasúti sinek másik oldalán, ahol egy sor a ház szomorkolt teljesen magára hagyatva a közlegelő alatt. Ezt a magányos, félreeső hásort nevezték a kerendiek átok sornak. Jó fél került, amíg odaértünk, és nagyferi egész idő alatt a fennálló rendszer igazságtalanságáról beszélt, és egy barátjáról, egy fiatal és nagyon tehetséges tanítóról, akinek Kollarik Ignác volt a neve. Az a Kollarik egyébként föltő is volt, jelentette ki feri büszkén, és minden más országban híres ember lenne már, de Magyarországon az egész uralkodó ellene volt, mivel versében kritizálni, mert a rendszert, és az iskolában az igazságot mert a tanítani gyerekeknek. Három hónapi tanítás után felfüggesztették állásából, mivel a városi polgárság nem kedvelte a tanítási módszereit többször fölszólították már, hogy hagyja a város területét, de ő bátran szembeszállt az uralkodó osztályjal, és a maga polgári jogaira hivatkozott, mely jogokat a magyar alkotmány minden polgára számára egyformán biztosít, és mely tisztán kimondja, hogy minden polgárnak joga van ahhoz, hogy békében éljen ott, ahol élni kíván, s háborítatlanul folytassa a maga mesterségét. Kolarik Ignác igen, kiváló műveltségű ember, mondta Nagyferi útközben, és a költői foglalkozás választotta. Annak ellenére, hogy a kerendi híradó, mely heti lapnak a polgármester tulajdonosa, aki egyébként gazdag butorgyáros is, nem akarja leközölni értékes verseit. Azt még meg tudtam érteni valahogy, hogy valaki a költői foglalkozás választja, de azt már sehogyan sem tudtam felfogni, hogy miért akar valaki minden ott élni, egy omladozó házban, a pusztaság közepén. Átok sor nyolc házból állott mindössze, ha mennyiben házaknak lehetett nevezni azokat a roskatag vén épületeket, melyeken szemben láthatóak semmi javítási munkát senki nem végzett valószínűleg évtizedek óta. Kisi oldébb a Vasutisinek mentén valamikor egy cukorgyár volt, és ez a nyolc ház a gyárhoz tartozott, és alkalmazottak elhelyezésére szolgált. Később a cukorgyárat elvitték máshová, és a házak ott maradtak gazdátlanul. Papíron még mindig a cukorvállalat birtokában voltak, de a valóságban nem keletek senkinek sem, így aztán aki akart, belé költözhetett, senki se törődött vele, hogy miképpen kapta az átoksor elnevezést, azt már felé sem tudta bizonyosan. Talán azért, mert a munkások, akik a gyárnak dolgoztak, megátkozták annak idején, találgatta. Na, az is lehet, hogy később ragadt rá a név. Talán, mert akik oda húzottak a társadalom üldözése elől mind átkozottak voltak a maguk sok nyomorúságával. Hollarik Ignác a harmadik házban lakott. Az első kettő üresnek látszott, mivel nem volt nyom körülöttük a hóban, és magas fagyott gyomkórok vették körül őket. A harmadik körül is ott voltak ezek a gyomok, azonban a hólepte gyomokon át egy keskeny ösvény vezetett az ajtóhoz. A házról már mindenütt omlott alá vakolat, a vörös téglák kivicsorogtak a fehér hóra. Az ajtót egy drót tartotta a felső sarokvas helyén, és a legtöbb ablakon nem üveg volt, hanem barna papír. A fagy ellenére átható bűz ütötte meg az orromat, ahogy a ház felé közeledtünk. Az embermagasságú gyomok között a rozoga árnyékszék buszlakodott a ház szögletén, onnan áradt a szag. A költővel az ajtóban találkoztunk össze. Éppen kilépnék készült, egy horpa öreg vödörrel a kezében. Magas sovány, szürke, borot váratlan arcú ember volt, mocskos fekete ruhában, mely már foszlóban volt mindenütt. Megtörpant a küszöbön, és meglepetten bámult reánk. Aztán rikácsoló hangon elkiáltotta magát. – Látogatok! Micsoda megtiszteltetés! – csak egy veder vízért indultam a kúthoz, de nem tesz semmit, a víz vára, tessék befáradni, micsoda megtiszteltetés! A vedet a hóba, és szélese tárta előttünk a rozogajtót. Sötét kis szement padlós szobába éltünk, melynek penész is egész szaga volt. Kolarik kettőt lépett jobbra, és kintott egy másik ajtót. Uraim, Isten hozta önöket a szentélyembe. Egy magyar költő szentélyébe, a magyar vadomba. Arcának egészségtel sápottsága, valahogy pincében kinőtt burgonya csírava emlékeztetett, nagy széles szája volt, nagy sárga fogakkal, és hosszú, feltűnően keskeny orra. a szennyes barna volt, és hosszú, madár fejéről vadul csüngött alá minden irányba. A szoba, melybe vezetett, szűk volt és sötét. Két ablaka volt ugyan, de egyik közülük be volt a teljesen, még a másikon két ablak szemet üveg helyett barna papír borított. A fal mellett rozsdás vasát szomorkodott, mely gyűrött szennyes pokrócok, kifeslet matracok takartak. Vaskája, egy asztal, két kopott faszék, és egy sántakaros szék, melyből kilógott a tömés, képezte a szoba minden butorzatát. A sarokban szennyes mosdó állványon egy pléteknő, egy piszkos pohár, meg valamiféle rongyféle, ami törőközöl lehetett valamikor. Az ágy fölött deszkapolc könyvekkel, és össze-vissza dobált, ruhadarabokkal megrakodva. Nem mondható parádésnek az otthonom, jelentette ki Kolarik Ignác büszkén. De mit tehet az ember heti öt pengővel? Ennyit fizet csak a tolvajok kormánya magyarnak. Feri elfelejtett beszámolni arról, hogy Kolarik munkanélkül segét kapott az államtól. Bizonyos jó eső érzéssel vettem tudomásul, éppen szólni akartam valamit, amikor szemem ráesett a Kályha melletti szénrakásra. Eszembe jutott, amit Feri mondott, az előtt való napon a zöld gajakról, meg a deszka és ránéztem. Elkapta pillantásomat, és elverősödött. Erőltetett vidámsággal fordult házigazdánkhoz. Látom, hogy úgy él, mint a milliómosok, tréfálkozott. Kőszénnel fűti a lakást. Kolarik Ignác elvigyorodott, és kimutatta nagy sárga fogait. Van egy érdemes barátom magas sivatalban, felelte titokzatosan. Fűtési felügyelő egy mozdonyon. Valahányszor a tehervonat megállít, kiszaladok hozzá egy vödörrel, és a megtöltik őszénnel, hogy ezzel is kimutassa megvetését a kormány iránt, mert rabszolgaként dolgoztatja a mozdonyon. Szegény ember, kisi ostoba, de jó szívvel van a többi rabszolgák iránt. Beüljenek le, uraim, helyezzék kényelembe magukat. Hány szobája van itt? Kérdeztem, csak hogy kérdezzek valamit. Kolodik rám nézett, aztán felire, majd újra rám. Maga az amerikai fiú, ugye? Kérdezte, majd válaszomat meg se várva folytattam. Hallottam magáról. Maguk amerikaiak praktikus emberek, maguk praktikusan gondolkodnak, és praktikus kérdéseket tesznek föl, he? Ebben a házban egy szoba van, ha nem csalódom. De négy közülük üres, azokban senki sem lakik. Mindössze néhány patkány, meg egy vén bagoly. Patkányok és baglyok összetartoznak, remélem, tudja ezt. Akár a proletárok és a kapitalisták. A baglyok megeszik a patkányokat. Ez az együttérés rendszerének titka. Nevetett, de ez nem változtatott semmit az arcán. A gúny és gyűlölet már belerágta magát az arcvonásaiba. Maga, mint amerikai, valószínűleg azt gondolja, hogy én rendbe kellene tegyem ezt a házat, folytatta. Csinosítsam ki, tegyem kényelmessé, igaz? Csináljuk itt magamnak egy szép ötszobás lakást, amilyen a bíróknak van, meg a rendőrfőnököknek, he? Maguk amerikaiak ezt tennék a helyemben, tudom. Azonban ez itt fiatal ember, nem a szabad Amerika. Patkányok számára nincs szabadság ebben az országban. Ha én buta lennék és szépen kifesteném, Bebutoroznám ezt a házat, vagy maga szeretné látni, nyomban itt teremne egy bagoly, és elvenné tőlem. Feri barátunk, itt tudja, miről beszélek. Sokat tanultam tőle, olyasmit, amit azok, akik kastélyokban laknak rendesen, nem tanulnak meg. Én gyűlölöm azokat, akik kastélyokban élnek. De maga amerikai, és nem tehet erről. Ígyünk erre egyet. A polcon lévő szennyes ruhák alól előtűrt egy üveget, és kihúzta belőle a dugót. Elnézését kell kérnem, amiért nincs se kristálypoharam, se más. Anyám küldött a minap tíz pengőt, tette hozzá magyarázólag. Ez az oka annak, hogy itt alal meg. Szegény öreg asszony áldott, jó szíve van neki. Ne buta, mint a sár. Nem tett róla. A társadalom elnyomva tartott egész életében, még a fejét se tudta fölemelni a szemétből, de ő még arra is buta, hogy ezt megértse. Isten áldja meg a drága jó szívét. Nagyot húzott az üvegből, aztán nekem nyújtotta. Zavarban voltam, mert már magában a piszkos üveg, és a szoba nehéz levegője felkavart a gyomormat. Hogy meg ne sértsem, ugyanott az üveg nyaka köré fontam, és így anélkül, hogy számmal megérintettem volna az üveget, utánoztam az ivás mozdulatát. De még így is néhány csepp olcsó pálinka átszivágott az ujjaim között, és majdnem beteggétett. Mikor másodszor ment ködbe az üveg, udvariasan, de makacsul visszautasítottam. Kolarik Ignác nem vette túlságosan a szívére. Maguk amerikaiak praktikus emberek, vigyorogott rám. Teszik, amit akarnak, és amit nem akarnak, azt nem teszik, és nem mentegetőznek miatta. De én kedvelem magukat, mivel a maguk hazájában mindenki egyforma. Maguknál nincsenek társadalmi osztályok, igaz? Maguk mind gazdagok, még akkor is a szegények. <laughs> Nevetett a saját réfáján, majd folytatta. Van itt egy szomszédom, aki egy kicsit olyan, mint maga, ő sem szereti az italt. Dión és nyerskáposztán él, és a tisztaság apostolának nevezi magát. Bolond szegény, de nem tehet róla. Egy társadalomban, ahol a bagoly, mint itt nálunk, egy-egy patkány egyszerűen nem bírja idegekkel, és belebolondul, mint hogy a versenben írtam. Agyamat szívemet színültig megtöltötte már az óriási árnyékszék szaga, mely otthonom, hazám. Mikor jön a takarítás napja? Ki tudja, ki tudja. Valami fél órát ültünk ott, és hallgattuk zagyva beszédét, és még zagyvá verseit. Mély rokon szenved éreztem a helyi heti lap szerkesztői iránt, aki megtagadta ezeknek a verseknek a leközlését. Majd amikor búcsúzni kezdtünk, maga ajánkozott, hogy végig kísér a szomszédságon, és bemutatja nekem a társadalmi rendszer mártírjait. Nagyon fontos rám, hogy megismerkedjék a patkányokkal is, nem csupán a bagyokkal, mondta maga gúnyos módján, amit itt lát, ez a magyar élet igazi arca, mivel mi, a patkányok vagyunk a nép. Addigra már elég részeg is volt költő barátunk, A kékszemű szelid ember, meg a szomszéd ház ajtaja egy előttünk, szomorúan csóválta maga fejét, amikor meglátta őt ebben az állapotban. Ignász testvér, mondta fejcsóválva. Szeretett Ignász testvérem, az emberi test Isten temploma. Miért? Ó, miért szentségteleníted meg az úrnak templomát mocsokkal? Mert jól esik Bernát testvér, átkozottul jól esik azért, felelte Kolarik vigyorogva. De illő tisztelettel elveiddel és hitettel szemben én nem azért jöttem ide, hogy a magam szennyes testéről beszéljek, hanem bemutassam neked ezt a tiszteletre méltó ifjat, aki egyenesen a messzi Amerikából jött ide, hogy bajainkat és nyomorúságainkat tanulmányozza, s azoknak okait. Majd szimpadias meghajlással fordult felém. Ifjú más, ez itt Bernát testvér, a tisztaság apostola, a huk, fejezte be egy hangos csuklással. Lépjetek be, testvér, mondta Bernát szomorúan. Kularik Ignác szennyes odúja után kellemes meglepetés volt a Bernát háza. Két szobában éltek, ő, a felesége és tíz éves leánya mint hárma szőkék volt a kék szeműek, és mérhetetlen a A szobák berendezése egyszerű volt, de barátságos és tiszta. Ahogy később megtudtam, Bernát asztalos volt, még pedig nagyon jó asztalos, de csak időnként dolgozott, csak éppen annyit, hogy eltarthassa a családját. Ehhez még nem sok kellett, mert mint hárma nyers és szállított gyümölcsön éltek. Az év legnagyobb részét azzal töltötte Bernát, hogy ült otthon és gondolkozott. Meg kell tanuljunk tisztán gondolkozni, fiatal testvér, mondta nekem szeriden és mély meggyőződéssel, hangjában ez a magas, sápa, tiszta tekintetű ember. Én iskolázatlan ember vagyok, mivel csak négy évet jártam iskolába. Apám Isten nyugosztaja a szegényt, nem sokra tartotta az iskolát, ő csak a pénzben hitt, semmi egyébben. Ő azt akarta, hogy a gyermekei dolgozni menjenek és pénzt hozzanak haza, nem tudományokat. De én megtanítottam saját magamat a gondolkodás szent tudományára, és mondhatom magának, fiatal testvér, az emberiség beteg, nagyon beteg, testben és lélekben. Ugyanúgy, mint hogy az én apám Isten nyugosz, a lelkét beteg volt. A test szenvedélyei bűnnel fertőzik meg az ember, S bizony mondom, fertőzött világban élünk, fiatal testvér. És bizony mondom, ha nem tesszük tisztává a testet csupán olyan étkek használatával, amiket Isten teremtett számunkra, és nem az ember készített magának, úgy lelkünket sem leszünk képesek megtisztítani a kísértések szennyétől, és kárhozottak maradunk az idők végezetéig. Jaj, de nagyon kárhozottak vagyunk. Jaj, de nagyon kárhozottak. Nem maradhatunk sokáig, mert Kolarik Ignác minduntalan közben nevetett, és buta közbeszólásokat tett, ami szemmel láthatólag rosszul esett az egész családnak. Ennek ellenére szelidek maradtak, és kedvesek, én azonban nem állhattam tovább a gúnyos csipkelődést, amivel a részek költő próbált ezeket a milyen hívő népeket fölingerelni. Bármilyen külön is, is volt a hitük, úgy éreztem, hogy kolarik magatartása durva volt és közönséges. Fel is kényelmetlenül érezte magát, így csak néhány percet töltöttünk a házban. Megígértem az embernek, hogy gondolkozni fogok azon, amiket mondott, ami nagyon boldoggá tette. Nem győzte megköszönni, hogy fölkerestem, és elkísért bennünket egészen a háza sarkáig. A következő épület üres volt, de hangos csuklások között Kolarik elmondta, hogy egy öreg ember szokott ott tanyázni, azonban börtönbe zárták, amiért hozzá segítette magát néhány sovány csirkéhez. – Ezt nevezik igazságnak! – a a költő. – Az állam nem ad neki elég pénzt, így aztán onnan kaparja össze az élelmét, ahonnan tudja. Az ő könyvükben lopásnak nevezik ezt, ha valaki segít magán, és használba veszi azt, ami mások számára fölösleges. De amikor a bagjuk egyik, akinek gyára van, meggazdagszik a szegények munkáján, azt nem nevezik lopásnak, azt jó üzleti érzéknek nevezik. Mondom, valaminek történnek el hamarosan, mert ez így nem mehet tovább. Az utána következő ház meget két fiú, olyan 11-12 évesek, kivágott vackorfát vonszoltak lefelé a hólepte hegy oldalról. Egy leány és egy kisebbik fiú a ház sarkánál lévő tönkön kisbaltával gajjakat apróztak, és egy másik leányka, olyan hat esztendős forma, kosárban cipelt a fölvágott tüzifát a házba. Kesztyű, kabátjuk nem volt, arcuk fölük pirosult a hidegtől. Egy mozdonyvezető élt abban a házban, beteg feleségével és nyolc gyermekével, mondta Kolarik. Az ember elvesztette az állását sok évvel ezelőtt, mert részeg volt, és kisiklatott egy vonatot. Nem nevetséges? nézett rám a költő. Elvégre neve napja volt az embernek, és a barátai megitattak vele egy üveg bort. Egyetlen üveg bor miatt kidobni egy családapát az állásából, s akár hiszi, akár nem, attól a naptól kezdve a szerencsétlen ember nem kapunk át sehol, még nem buta ember, nem ám, folytatta nevetgélve. Mikor rájött arra, hogy heti öt pengő mellé minden gyerekért fizet az állam még három pengőt, elkezdte gyártani gyerekeket olyan sebességgel, hogy feleség egy valóságos gyerek automatává zsugorodott össze. Kopogtatásunkra egy sovány, fognyat kicsi asszony jelent meg az ajtóban, de szóhoz már nem jutott, mert odabent káromkodni kezdett az ember. – Hová teted a kancsót, asszony? – mondtam, ne rakd el, mindig fene el a kezedet. Mérgeskedett egy öblös hang, és az asszony megremegett az ajtóban. Megint megver, nyöszörögte, szinte állt ilyetség a szemében. Jaj, hogy a jóságos Isten mentene meg már tőle. Valami csapódott és recsent a házban, mint ha valaki egy bútor darabot hajtott volna a falnak. Mi pedig sietve tovább mentünk. Mi jó darabon hallottuk a részegember káromkodásait bentről. A törvényesített pokol ismerős hangja, vigyorgott Kolarik, és hozzátette, bolond mindenki, aki megházasodik. A következő házban egy vén kosárfonót találtunk, akit öreg borzának hívtak. Egyedül élt ott félszemi macskájával, akit Sándor úrnak szólított. Az öregnek háza és földje volt valahol a dombok között, mondta nagy Feri, de feleségére és gyermekeire hagyta, mivel a munka igen nehéz volt. Azóta ott élt, öregségi segélyen, és kosarakat vont a városi asszonyoknak. Az öreg nem volt nagyon barátságos hangulatban, amikor benyitottunk hozzá. Ott ült egy kis füstölgő vaskája a mellett a macskájával, és mérgesen mordult rá Kollarikra. Mit akar megint? Menjen, keressen valami munkát magának! Ne csak parádézzon, dologtalanul fényes nappal, Maga fiatal! – Látja, Sándor úr! – hajolt le a macskához. – Te le van a világ fiatal munkakerülőkkel, ez a baj! Ha én lennék a törvény, valamennyit munkába állítanám. Mind az összeset, he? Mit szól ehhez, Sándor úr? A félszemű macskának nem volt vélemény a dologról, és mi magunkra hagytuk őket. Haragszik az öreg, mert nem hoztam neki pálinkát, mondta a kalodék odakint, a hideg tégéd délutánban, majd felvonta a vállait furcsa mozdulattal. Ez az egész, több nincs. Itt a szomszéd házban egy nagyon tehetséges ember lakik, de ilyenkor nincs ide haza. Üvegfúvó volt, aki elvesztette a szeme világát, miatt a gazdagot igyekezett még gazdagabbá tenni. Most aztán talált magának egy sokkal hasznosabb mesterséget. Koldulni jár, egyenesen a templom elé. Az emberiség legaljasabb gyöngeségére építette fel a maga egzisztenciáját a jótékonyságra. tudja fiatal barátom, hogy tulajdonképpen mi a jótékonyság? Az ember született hajlama, hogy néhány filléren tiszta lelkiismeretet vásároljon magának. Ez olcsóbb és könnyebb, mint szembenézni a társadalmi problémákkal. Végül ebben az utolsó házban, mutatott Kolarik a sor végére, egy asszony él, ha társadalom nevén rossz asszony, mivel a testét árulja, ha lehet, hogy a lelkét vinni a piacra, mint azt a többiek teszik. De azt hiszem okosabb, ha nem háborogatjuk, mert lehetséges, hogy éppen a kegyerét keresi. Hogy visszafelé bandokultunk a hóban, megkérdeztem, hogy miért nem lakik senki az első házban, mindjárt a sor elején. A mellettem lévőnek lyukas a teteje, magyarázta Kolarik. És senki se szereti, ha fejére esik az eső. A legutolsó még imaházak használják valami emberek, akik szerteszél élnek a hegyekben. Valami olyanféle szekta, húzta a száját gúnyosan, mely menteni próbálja a világot. Már pedig ezt a világot nem lehet megváltoztatni azzal, hogy haszontan szavakat morgolunk újra meg újra. Az ilyesmi csupán a buták és gyöngék menedék a valóság elől. Az emberek vágynak valami jobb után, de nem tudják, hogyan jussanak hozzá. Így aztán alkotnak saját maguknak egy másik képzeletbeli világot, mely tele van szentekkel, meg angyalokkal, meg a fene tudja mikkel. Csak hogy elítessék magukkal, hogy amikor meghalnak, akkor minden jobb lesz. Kutya gumi! Köpött ki a költő a hóba, jelentőség teljesen. Rothadnak ők is majd a föld alatt, mint bárki más, és bagjuk rágják ki a szegények csontjából a velőt, hogy napról napra gazdagabbak lehessenek. Tettek kellenek ide, fiatal barátom, nem imádságok, de magának ezt tudnia kell, hiszen maguknak már volt forradalmuk. A miénk még csak most készül. Amikor azon az estén beszámoltam nagyapámnak, az átok soron látottakról, nem látszott rajta meglepetés. Örvendek, hogy lementen és láttad őket, mondta. Rendes esti szivarját szívta a nagy a kandaló előtt, mert mindegyikük, egy sajátos emberi probléma önmagában. Azonban sem én, sem te, se senki más ezen a földön nem segíthet rajtuk, mert ezek az emberek egyszerűen azok, amiknek látszanak. Mindegyikük saját maga választotta azt az életmódot, és nekünk nincs hatalmunk, hogy változtassunk ezen. Mi csak annyit tehetünk, hogy elfogadjuk őket úgy, ahogy vannak, és megpróbáljuk elfeledni őket. Mint ha az ember megfeledkezi próbál egy benőtt körömről, egy szemölcsről a nyakán, ami egyszerűen ott van, akár tetszik nekünk, akár nem, és meg kell tanuljunk élni vele. De engem mindez nem nyugtatott meg. Koladik Ignác független attól, hogy mennyire visszataszító volt, bizonyos kétségeket ébresztett bennem a maga zagyva beszédével. Az az érzésem volt, mondtam nagyapámnak, hogy azok az emberek nem csupán elégedetlenek voltak a sorsukkal, de valaki más hibáztattak érte. Mindegyikük gyűlölni látszik az emberi társadalmat, mondtam, kivéve azt, amelyik nyers káposztánél is apostolnak nevezi magát. Nagyapám nevetett. Azt ismerem, jól mondta. Kitűnő asztalos, azt meg kell adni. Sokszor dolgozott már nekem, és másra nem is bíznám antik butorok javítását. Annyi helyre beajánlottam, hogy sok pénzt kereshetné, ha akarna. De neki nem kell a pénz. Nincs semmi baja az embernek, ellenkezőleg. Rendkívül jó, derék, becsületes, mindössze különös. De a többiek? Azok az emberiség szemete. Éjfelig fent voltunk azon az éjszakán, ültünk a kandal előtt kettesben, és nagyapám beszélt az emberekről, akik ott éltek az átok soron.